Köszönjük szépen a meghívást. Örömmel jöttünk, már itt voltunk 8:30-kor is nekem. Különös élmény. Láttuk a cicát. Nem az volt a különös élmény, mert azt már láttam, hanem ami itt volt ebben a kis közösségben, az különös volt. Én vallásom, gyakorolt vallásom, szerint református vagyok, és a Gyulai Pál utcában ott sincs templom, vagy ott nincs templom, itt van, járok. És az volt a nagy élményem ma délelőtt, hogy mennyire személyes ez a gyülekezet, és hogy olyan nagyon-nagyon sok szeretetet éreztem egymás iránti. Nem csak odafigyelést, hanem annál többet lehet itt is hallani? Igen. Jó, jó, jó. Úgyhogy én nagyon köszönöm szépen, hogy elhívtak. Hát akkor annyit, hogy Pécsett születtem, és úgy kerültem erre a pályára. Ez egy kényszerpálya volt, mert 1961-ben kellett döntenem, hogy akkor fejeztem be a 8-at, hogy hova megyek tovább. És akkor édesanyámékat éppen másodszor tették tönkre, kisiparosok voltak, és hát először ugye adminisztratív, 51-ben adminisztratív módon vették el az üzletüket, aztán 61-ben pedig úgy, hogy kétszeres adót vetettek ki, amit nem tudtak kifizetni, csak úgy, hogy eladtak mindent. Most ha minden gépet meg készletet el, akkor be kellett menniük a szövetkezetbe. Tehát azt mondták a szüleim, hogy ez egy kiszámíthatatlan világ, kiszámíthatatlan rendszer. Volt még, meg van is egy húgom, és tehát te vagy a nagyobbik, és valami biztos pálya kell, tehát kenyért keresőnek kell lenni, tehát menjél közgazdasági technikum. Nem, akkor indult közgazdasági szakközépiskola. Hát is oda elmentem, hát jó, megláttam, miket kell tanulni, akkor elsírtam magamat, úgyhogy innen kezdve sírónak is nevezett az osztályfőnököm, mert én egy humán érdeklődésű voltam mindig is, irodalmár, vagy történelem, vagy régészet, szóval mindig ezek érdekeltek, de hát ez, amit ott láttam a könyvekben, semmi. De aztán annyira jó tanáraim voltak, hogy például ez, aki elnevezett sírónak, ez volt a könyvitel tanár, úgy felkészített, hogy ilyen országos második helyezés volt, tanulmányi versenyen nyertem. De ez azért egy kényszer volt, tehát ott én onnan egy közgazdasági szakközépiskolában teljesen reménytelen volt, hogy bölcsész pályára megyek, hanem hát akkor közgazdasági egyetem, úgyhogy azt is elvégeztem, elég jó, és akkor ez egy adott pálya. De ugye lehettem volna sok minden más, mint ami aztán később lettem, mert közgazdászoknak vannak ugye a vállalati közgazdászok, mikrokérdésekkel foglalkozók, és én meg makroközgazdász vagyok, tehát a gazdaság egészével a legösszetettebb átfogó adatokat feldolgozva foglalkozom a gazdaság elemzés és valamiféle abból leszűrhető következtetésekkel. Úgyhogy akkor a Gábornak a kérdése, ha Isten közgazdász lenne, akkor most mit mondana, mit csinálna? Nem tudok válaszolni, de ugye magamért. Na, ez a... Megkérdezni Viktort. Ja. Ez a pálya. Szerződésem volt, mert ugye, hát nem voltunk túl anyagilag ellátva. A Nemzeti Bankkal volt szerződésem egyetemista koromban, és akkor így tudtam finanszírozni is magamat, meg nagyon szép ösztöndíjam volt. Nagyon szép, 1000 forint fölött volt, azért az 66-70 között az egy komoly összeg volt, úgyhogy abból még meg is takarítottam, meg a húgomat öltöztettem, szóval nem érzés. És ez viszont azt jelentette,
hogy Nemzeti Bankba kellett dolgoznom utána, hogy akkor a Pécsi Nemzeti Bankba dolgoztam, de akkor alakult meg 70-ben a Közgazdasági Egyetemnek a pécsi tagozata, és akkor ugye mondta, hogy hát menjél be, és mondd meg, hogy te most végeztél, és szívesen tanítanál. És akkor bementem tényleg ismeretlenül az ottani, aki szervezte a kihelyezett tagozatot, és hát mondtam, hogy ezt meg ezeket tanítanám, és egyszer csak jöttek, hogy akkor menjek, ilyen óra, menjek óraadónak, de akkor még bankba dolgoztam, aztán 72-ben, akkor végleg átmentem az egyetemre, elengedték, mi is volt az indok, valami társadalmi érdekre való tekintettel elengedték, hogy nem kellett visszafizetnem az ösztöndíjat, de akkor ez volt a szabály, hogy vissza kellett volna fizetni. Úgyhogy akkor Nemzeti Bankba kezdtem dolgozni, aztán illetve az egyetemen, és akkor a házasság révén kerültem fel Budapestre, megint vissza a Magyar Nemzeti Bankba. Kollégám volt, a Princ Gábor, csak olyan nevet mondok, akit ismernek. A Zeborszki is, igen, meg... Későbbi bankvezető kivélet égedő, ugye jó. Mindegyik kinézett egy bankot magának, az itt a megdolgozott helyett. Tényleg nagyon sokat dolgoztam, aztán annyira sokat, hogy az a szívemre ment, és mert az egész bankrendszer átalakítása, ez volt a feladat. Tehát ilyen makró dolgok voltak már akkor is, meg ott is mindig makró dolgok voltak. És akkor közgazdasági szemlénél voltam egy kis idei szerkesztő, aztán a pénzügykutató részvénytársaság, mikor megalakult, az 84 sztor. Voltam egy évig, nem hallgatom el, igen, egy évig, amikor a címemmel kikészültem, akkor azt ajánlották, hogy akkor kérjek soros ösztöndíjat, és akkor nem kellett bemennem dolgozni, hanem hát otthon írogattam, meg előadásokat, ez volt 86-ban, akkor már nagyon sokfelé jártunk előadásokat tartani. Úgyhogy most is a pénzügykutató részvénytárságnál vagyok, ott már teljesen megszűnt minden, majd a Lengyel Laci az ellenkezőjét mondja. Az épületünk az a Mészárosi, valamelyik, nem tudom melyik cégéjé. 2010 után semmiféle szerződésünk nincs, tehát pénz egyáltalán nincs. Valami korábban felhalmozott megtakarításokból, abból élnek meg, talán valami bérleti díj, nem is tudom én ezeket, nem is akarom tudni. Szóval az tény, hogy nincs munkánk, de azért még csináltuk nagyon sokáig, még 2010 után is, minden évben kétszer adtunk egy jelentést a helyzetről, a magyar gazdaság helyzetéről és prognózist hozzá kapcsolva, de aztán én bedobtam a törölközőt olyan 17 COVID előtt már mondtam, hogy nekem kellett a fővonalakat összeadni, és mondtam, hogy ezt én nem bírom, ami itt megy, ezt nem lehet, mert a statisztikai hivatal fél évenként átírja a számokat. Na most akkor ebben visszamenőleg is a bruttó hazai terméket 1995-ig visszamenőleg átírja. És semmi indok, és milyen akkor csak kinyitom. Tessék? Milyen impulzusra? Hát hivatal, nem mondják meg, hogy most ezt miért. Nem tudom, de ugye azt tudjuk, mondjuk a GDP-nek 3 évig előzetes adata van, ez így van. De az, hogy 95-ig újra, hát szoktak én mondani, hogy mert megváltozott az unió előírása, és akkor azt szerint át kell dolgozni. Szóval mondtam, én ezt nem bírom, állandóan átírni mindent. És meg tudsz mondani egy példát, hogy világos legyen először, jó. Hogy mit írtam át. Tehát, hogy mi jobb a valósághoz képest. Igen. Jobb. Mit akarnak üzenni az átírással? Hát semmit, nem is szólnak. Tehát csak, hogy kinyitom, ugye internetről nézem, és emlékszem az előző szám, hogy az nem ad. Ki is írtak, tele vannak ilyen füzetei. Persze. De az utolsó 3 év az úgy néz ki,
hogy azt hiszem most csak 2004-ig írták át, hogy olyan 1200 milliárd forinttal nagyobb lett a GDP. Azért az nagyon sok. Az nagyon sok, ugye? És az utolsó években meg 5-600 milliárddal nagyobb, szóval valamit még belevesznek, találnak, senki nem tudja ezt követni. Tehát ez volt az egyik, hogy a másik, hogy a költségvetés nem lehet követni. Egyáltalán nem. Most már aztán, ami itt 23 vagy költségvetés címjelente, azt meg már végleg nem lehet. Tehát két ilyen nagyon fontos dolgot, én ezt már nem. Csináljak valaki más, és mivel meg más nem csinálta, úgyhogy már nem csinálunk ilyen elemzéseket, de ettől függetlenül én azért ugyanúgy rajta tartom a szememet a történéseken, meg igen, füzeteim vannak, jegyzeteim, és mint egy privát intézmény. Ez egy magánintézmény, igen. Ez volt a legelső magánintézmény, mert Megyesi megszüntette, a pénzügyminisztériumi intézete volt. Amikor rászólt Kádár János, hogy mi folyik ott maguknál, ott készült a fordulat, se is reform. Egy ilyen nagyon érdekes hármas, négyes lengyel, Antal László, Matolcsi, Csillag, Surányi szerkesztésével. Bokros Lajos, persze, hogy ne mondja. Készült egy ilyen, hát egy 200 oldalas könyv, amely lényegében a rendszerváltásnak a szakmai forgatókönyve volt abban. Összesen 110-en vettek részt ebbe a munkába, összeszedtek mindenkit, és amikor ez megjelent 87-6-os közgazdasági számlében, az Italko ott volt felelős szerkesztő, megjelenhetett egy kritikai változata, akkor annyira dühös lett a Kádár, rászólt a Megyesire, hogy mi az, hogy maguknál a minisztériumban. Mert még Japán is jött, japánok is jöttek és kérnek ebből. Kínaiak is. Úgyhogy akkor Megyesi nagy pánikba azonnal felszámolta az intézetet, és a frissen alakult bankok, azért ezt el kell mondani, összetudtak adni annyi induló tőkét, hogy egy ilyen minimális háttérrel, mint magánintézet alapították. Egy részvénytársaság. Részvénytársaságként alakult. Szóval a rendszerváltás egyik csodája, hogy felszámolták őket, elvileg meg kellett volna bukni, szaraszét kellett volna ugraniuk, és 88. januártól ők már részvénytársaság formában működhettek, és hát kész csoda, hogy még most is úgy vannak. Ja, bocsánat, hát, hogy belebeszélek, szóval csak néha. Ezt például el akartam hallgatni, hogy mindenki köszönhet, hogy megjelent a fordulat és reform. Na ez a tény történetem, a Kiev. Na most akkor egy szabadkozással kezdem, egy riasztással, hogy tanítottam 21 évig én a Színház Filmészeti Egyetemen filmrendezőket, tévérendezőket, és az utolsó osztályomban, aki tanult, azt most tegnap előtt kitüntették a MOVSZ-ban, a filmkritikusabb díját kapta meg, Szakonyi Noémi, az év legjobb filmjét, a 6-7 című filmmel. És ez a lány két hónapra ezelőtt a fejébe vette, hogy csinál velem egy életút interjút. És ezt most ezt csinálja, hogy a 7 évtizedet felosztottuk, és most járunk 1975-nél, az ő lakása házukba veszük föl ezt, és eddig 9 óra fölvette, és eljutottam a pályaválasztásig a csütörtöki felvétellel. Úgyhogy ha én most elkezdek magamról beszélni, az... Jaj, nem. Úgyhogy most 5 percben limitálom a 9 óra lényegét, amit eddig fölvettünk, hogy a gyerekkort átugorjuk. Ne ugorjuk el. Jó, akkor most sokat tudok magamról, mert föl kell készülni ezekre, és összeszedni minden papírt, és ők a fél éve faggattak is mindig, tehát ez egy nagyon jó anyag lesz, hogy az életem nagy szerencséje, hogy a szüleim ilyen nagyvárosi proletársorsban az 50-es, 60-as években állandóan dolgoztak, ezért én sokat többet tudtam olvasni, mint az én kortársaim, és mire már gimnáziumba kerültem, addigra már nekem már Dürrenmatt volt, meg Max Frisch a problémám, meg Dostoyevsky, az osztálytársaim, meg Túri Zsuzsa, meg Pöttyös, meg Csíkos könyveket olvastak, és mondja, Jézus Mária, hova kerültem. És akkor már a gimnáziumban meg kell találnom azt a 7-8 hasonlóan őrültet, akinek a
a nagyvilág volt a fontos, hogy mi jelent meg, és akkor a többi ilyenekkel, hogy az én pályám már 18 éves korig úgy alakult, hogy tudtam, hogy mást és másképp olvasok, és más érdekel, mint a korosztályom, de a család hiánynak köszönhetően sokkal többet olvashattam 18 éves koromig, mint bárki mások, meg az Ikarus szakszereti könyvtár, fantasztikus könyvtárosainak. És így egyetemre kerülni nem volt nekem különösebb nehézség, pedig akik szerintem itt vannak sokan ebből a korosztályból, hogy tudják, hogy 69-70-ben az ELTE bármelyik karára bekerülni, az hihetetlen nehéz volt. Akkor nem tudtam, de egy év után megtanultam, hogy egy korosztálynak legfeljebb az 5%-a juthat el a tudományegyetemi szintre, mert szándékosan blokkolva volt, hogy 8-9%-nál ne legyen magasabb a felsőoktatásba kerülők aránya, miközben a világ már 30%-nál járt és nyugaton, meg 40 közelében. Aztán ugye a rendszerváltás után rászabadult ez a visszafogott tömeg az oktatásra, és tönkre is tette, de szóval én belefértem abba az 5%-ba, fogalmam nem volt arról persze, hogy egy milyen luxus, kivételes körülmény 1970-ben Magyarországon jogi karra bejutni. Csak amikor együtt voltam egy évi katona a többiekkel, meg aztán az évfolyamra kerülve láthattam azt, hogy egy kész csodát. Gyakorlatilag a 190 fős évfolyamról ketten voltunk külvárosban. Tehát a katonaság, amikor esténként el leoltották a villanyt, ki hol érettségizett, és mondták, hogy Ötvös, Rákóczi, Kölcsei, és talán még volt, hogy negyei gimnázium, és akkor én mondtam, hogy László gimnázium, mint nagy csönd a sötétben, az hol van? Mondom, Kőbányán. Ott is van gimnázium, mondták a többiek, akikkel ott együtt voltam, mert el nem tudták kézni, hogy a körutakon kívül is élnek emberek, meg hogy főleg, hogy gimnázium is van, és főleg az, hogy egy olyan gimnáziumból a kiugrott paptanárok tanítottak még, mert ez egy bencés gimnázium volt 49-ig, és életem nagy szerencséje, hogy engem a kiugrott világévá vált paptanárok tanítottak latin tagozaton, latinra, történelem, irodalom, biológia, úgyhogy az egyetemen nekem már nem kellett megtanulnom tanulni, én döbbenettel láttam az évfolyamtársaimat, hogy azoknak fogalmuk nincs, hogy kell tanulni. De most egy ilyen több száz éves bencés rendi gimnáziumnak a tanári kara az olyan mértékben beleverte az emberbe első egy-két évben azokat a skilleket, azokat a hozzáállás módokat, hogy kell tanulni, koncentrálni, magadat ellenőrizni, ne azt várt, hogy majd téged vizsgáztat, te tudjad magadról, hogy mit tanulsz, és ennek a folyamataival. Most nem akarom magunkat elszórakoztatni, de nekem egy játék volt a jogi kar, egy röhely. A többiek ottan reggeltől estig úgy tanultak, mint a gimnázium, hogy a föladott hat oldalt büntetőjogból semmi értelme, mert eljön a vizsgőidőszak, nem fog semmire emlékezni, és úgy is egybe kell tanulni. Úgyhogy ez a jogi kar nekem egy olyan érdekes hely volt, hogy ott született meg a magyar politológia, pontosabban újjászületett, mert 49 előtt volt, csak kicsukták, miként a szociológiát is. És ez a tanszék, ahol én diákköri titkár lehettem elsőben, a szociológia diákkör akkor kezdett, két tanszék, állam és jogelméleti tanszék, a Samu Mihály, de Kulcsár Kálmán volt a szociológia tanszékvezető, és itt nagyon erősen azok a fiatalok, akik engem bent tartottak, Bihari Mihály, Szilágyi Péter, ők már tudták, hogy ebből a tanszékből mihelyt lehet politológia tanszéket tudnak csinálni, és így is termeltek minket, így is néztek a fiatalokra, hogy ki mire alkalmas. És azért az a 10 év, amíg ezen a tanszéken voltam, 75-től 84-ig, csak végigmondok ilyen névsorokat. Hát ugye Kulcsár Kálmára tudják, igazsági miniszter lett, meg akadémia főtitkára volt. Ő azért egy nagy védernyő volt nekünk, nem volt egy forradalmár alkat, szegény Kálmár, nem tudom hol van, távolról nem, de védeni tudott minket, fiatalokat, és ebben az időszakban az is fontos volt. Bihari Mihályról biztos hallottak, mert alkotmánybíróság elnöke is lett. Aztán, amikor eljöttem a tanszékre, az én helyemre ült a frissen bemaradt Pacolai Péter, ő is lett alkotmánybíróság elnök közben. A tanszékről még Stumpf Szalai Péter is lettek alkotmánybírók. Fellegi rövid ideig Fidesz miniszter volt, Bazóki talán a Gyurcsány kormányban. Szóval így utólag visszagondolok, hogy az a közeg, amiben én bekerültem ilyen 23 évesen,
az egy egyrészt hihetetlen tarka, mert ennek a magyar politikai palettának a minden szintjén vannak, voltak az emberek, de azért annak a tanszéknek a nagy része az gyakorlatilag olyan közéleti karriert futott be, amit akkor nem lehetett gyorsítsaknak. Szóval ez lett a magyar politológia szülőhelye. Kucsár kiárta nekünk, hogy 77-től taníthatunk politikai szociológiát, és így 3 fél éves lett a szociológia a felsőoktatásban példátlanul. Mikor? 77-től taníthatunk politikai szociológiát, illetve választhatott az évfolyam 2 fél évig általános szociológia, és a 3. fél év vagy jogszociológia, vagy politikai szociológia, és a Kucsár, Szilágyi, Boros Laci azok a jogszociológiát, a Fazekas Jóska, meg én, meg Bihari Mihály a politikai szociológiából adtunk ilyen választási lehetőségeket. Az első év olyan 30-40 ember járt ott, és amikor a parlamentben megláttam őket, hogy ott ült, emlékszem, fél éven keresztül egymás mellette az óráim, a Áder Jani, Bozóki Andris és Macó Ági, meg Gali Ákos talán emlékszem rá, ő kereszténydemokrata, és parlamentbe bementem 94, és nézem, mit keresnek ezek 4 párban? És ezek egymás mellett ültek az órán, a legnagyobb barátságban, csak azóta eltelt ugye 10 év. Úgyhogy ez a tanszék annyira szülője volt az úgy születő magyar politológiának, hogy személyesen Bihari Mihály már akkor a Kozsbai mellett ilyen mindenes volt a minisztériumban, járta ki, hogy megalakulhasson a Magyar Politikatudományi Társaság ennek. Hát azt hiszem 82. januárjában alakult ez meg, és ez tényleg a Bihari harcolta ki, hogy az akadémián bevett tudomány legyen, tehát lehessen védeni fokozatot is belőle, és tantárgy is lehessen mindenütt, és itt mindjárt befejezem. És ennek az alakuló ülésnek én voltam az egyik jegyzője, mint a legfiatalabb tagja ennek az alakuló politikatudományi társaságnak. Úgyhogy a sors, a véletlen, a szerencse belehordott ebbe a világba gyakorlatilag ilyen zöld fővel, tehát egyetemistaként, és aztán ott is maradtam. Innen Gazsó Ferenc átvitt engem a Társadalomtudományi Intézetbe, mert érdekes módon nem vállalt el azt a politikai szocializáció kutatást hosszas gondolkodás után se Gombár Csaba, se Bihari Mihály irányítsa ezt a csoportot, és akkor így már csak a fiatalok. Akkor Gazsó azt mondta, hogy akkor ti úgy is tanítjátok ezt, legyen a kutatás ez, és így lettem a Társadalomtudományi Intézetben először félállásban, 82-től, majd 84-től végén főállásban a politikai szocializáció kutatásnak a megbízott vezetője, és ki is építettünk egy olyan csoportot, ami hát fiatalokból állt, Stúlfékból állt, meg néhány tanítványunkból, Boros Laciból, és ezt eleinte nem tudtuk, de amikor 88-ban először elkezdtek minket hívni nyugati konferenciákban, Hollandiában, Nyugat-Németországban, akkor meglepve láttuk, hogy amit mi tudunk erről a tudományágról, kutatásról, az versenyképes a holland, amerikai, angol többiekkel, és innentől kezdve gyakorlatilag egy egészen mondjuk 2000-ig részt is vettem a nemzetközi kutatási programokban, és meg minden évben ezeknek a hol Amerikában, hol Németországban, hol Hollandiában tartott konferenciákon ott volt, úgyhogy vezető előadásokat is tarthattunk mi Csepeli Gyurival, meg később aztán a Sisári mindenki Csepeli Györgyöt, hogy az ő csoportjával elkezdtünk fúzionálni ebben. Úgyhogy lett egy ilyen komoly kutatói háttér múltam a 80-as évekből, a 90-es évekből, és ez lett tulajdonképpen az alapja az ilyen nyilvános szerepléseknek, hogy elég sokat megtudhattam erről. Ez egy kicsit hosszú, de nem 9 óra ez az egy vigasz, akkor hosszú lesz. Majd rövidebb lesz ezután, megígérem. Még egy kérdés, és akkor ezt a kört talán becsukhatjuk, ki is nyithatjuk közben persze, ha akar, de mondjatok valamit arról, hogy két ilyen szép ember hogyan talál egymásra, és hogy zajlik? Nem minden érdekelne egyébként minket, de nem mindenről kell, hogy beszéljetek, de hogy
hogy hogy zajlik a udvarlás, hogy ez, csillagot választottok magatoknak, vagy arról beszélgettek, mindig az itt azt szoktam elmesélni. Mi lesz Magyarország gazdasági jövője, és közben tátott szája gyönyörködtök abban, hogy a másik milyen csodálatosan tudja a jót, igazat mondani. Ezt a tátott szája gyönyörködést már a Pál választás után szoktam meg. Amikor megismertettünk, fogalmam nem volt, hogy kivel ismertettünk. Nem, ennél rosszabb volt a helyzet. Igen. Nagyon kíváncsi. 1982 nyarán a pécsi egyetemek, főiskolák egy tábort szerveztek a Balaton mellett, aminek az volt a téma, egy politológia tábort. Na most én akkor a Közgazdasági Egyetemen tanítottam Pécset, és úgy gondoltam, hogy nekem ide jelentkezni kell, mert az, amit a gazdaságban, ami történik, az ugye nem piacgazdasági alapon, tehát nem közgazdasági törvények mozgatják a gazdaságot, hanem a politika mozgatja. Tehát nekem kell tudni a politológiát, kell tanulnom. Úgyhogy el kell mennem ebbe a táborba mindenképpen. Ahol úgy volt, hogy Bihari Mihály tartja ezt az egy-hetes politológiát. Igen, akkor már Biharitól én olvastam hát tanulmányokat, és az nagyon tetszettek, és akkor ebben el akartam mélyülni. És volt egy kollégám, aztán később jó nevű író lett, Kerékgyártó István. És a házassági tanulók is. Igen. És a kerékgyártó azt mondta, hogy az a helyzet, hogy a Bihari nem tud jönni a táborba, de van helyette valaki, egy Kéri László, aki viszont csak úgy jön el ebbe a táborba, hogyha elhozhatja az 5 éves kisfiát, mert megözvegyült a kévés, hát nem tudja kire hagyni a gyereket, és akkor... De ha ő hozza az 5 éves gyereket, az a feltétele, hogy én viszont hozzam az én kislányomat, aki akkor 7 éves volt, és én akkor jó pár éve elváltam. És éppen a kislány az apjával nyaralt valahol szintén a Balatonon, tehát elég kell, jó van, hát akkor elhozom, hát ezért a tudásért, ugye, mindent, mert különben meg nincs tábor. Mert akkor nem nagyon voltak még politológusok. Más nem volt, hát aki Sós Károly Attiláék voltak ott a közgazdászok. Hát közgazdászok voltak, de igen, az én voltam egész héten. Igen, volt egyedül. Na, hát jó, akkor jövünk, elkérem a papától a kislányt, és este ott bemutat, ez a kerékgyártó bemutat neki, és ő meg így teljesen egy keresztül néz, és valamit kiabál arra felé, mit tudom én mit. És akkor ez nagyon rosszul esett, mert én nem vártam tőle semmit, de hát azért mégiscsak ide rendeli a gyerekemet is, ugye, és más egy tábor egy kisgyerekkel, mint ha egyedül vagy. Itt kiderült ez a kerékgyártó hazugsága volt, ezt, azért, hogy összehozza. Utólag kiderült, hogy a kerékgyártó ezt kitalálta. A saját szakállára csinálta. Ebből nem volt semmi se igaz. És az is kiderült, hogy ő meg azért nézett keresztül rajtam, mert aznap azt álmodta, hogy meg fog ismerkedni egy nővel, nem, aki meghatározza az életét, és ő neki már nem kellett megismerkedni. Elege volt a nőből teljesen. De aztán már az első 2-3 órában úgy rácsodálkoztam, mert azt mondta, hogy menjek én az első előadásra, este volt, és ő majd a gyerekekkel el lesz. Hát jó, tehát vigyázz mind a kettőre. Jó. És kijövök olyan 10 órakor, és sehol senki, se a gyerek, senki, se ő, senki, se. Mondom, hát ez egy szép kis felügyelet, este 10-kor kis gyerekekkel. Kiderült, hogy a tábor mellett volt egy kenyérgyár, és oda bekéretőzött, és akkor a gyerekek, hogy lássák, hogy... Igen, végignézték az egész. Na, de én ezzel le voltam döbbenve, mert én ugyanezt csináltam volna, mert ugye nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a tanítása, többlet, tudása, a világ megismerése, ez a legfontosabb. És akkor másnap reggel meg akkor... Reggelre kerültek elő? Nem, akkor előkerültek meg, hogy vett nekik traubiszódát, vagy mit, hát jó. Hát érdekes, hát most akkor ezek szerint nem leszünk annyira rosszba. Legalábbis a gyerekekkel nem leszel annyira rosszba. Akkor másnap reggel meg reggeli torna. Hát
reggeli torna, összesen négyen mentünk ki. Igen. Ki kellett meg a két gyerek? Igen. összes egyetemista, még fiatalokkal aludt még, Úgyhogy lemerült a tábor, és akkor utána a gyerekek nagyon jól összebarátkoztak, de akkor mi is, hát hogy a gyerekek miatt nekem volt akkor egy kis trabantom, akkor azt beültünk, és akkor mentünk Balatonboglárra, fölmentünk a hegyre, kiállítás volt ott a templomban, valamit megnéztünk meg. Hát ilyen közös kirándulás, de borzalmas volt, mert a Laci felesége autóbalesetben halt meg. És az Andrés nem akart beülni autóba. Igen, és akart a kisgyerük, 5 éves volt, nem akart, és a Laci is így fogta ott tudom valami. Igen, addig én se jöttem autóba, szóval igen, nagyon-nagyon nehéz volt, de úgy összejöttek, a gyerekek is összejöttek, és akkor a gyerekek kezdték el a tábor után, hogy hát találkozzunk. Látogassuk meg már egymást, igen. Na, és akkor be, még ez elég volt? Valami eszetekbe jött még, mondja? Hát ez szerintem az itát hozhatotta meg, amikor így később ilyen látogatás volt, hogy kiderült ilyen karácsony előtt nem sokkal, hogy én minden nap írtam neki a tábor óta levelet, csak nem küldtem el, mert nem lehetett tudni. De egy ilyen határidő naplóba írtam, ami ilyen vagy 300 oldal, úgyhogy amikor itt találkoztunk karácsony előtt, akkor mondtam, hogy hát ezt neki írtam, és ő mihez? Hát mondom, a levelek, amit a nyár óta írtam minden nap, és azt hiszem, hogy ez ne volt döbbenve. Elolvastam, igen. Úgyhogy... Na, és akkor 83, igen, most leszünk 40 éves házasok. Igen, egy hét múlva, sőt, egy hét múlva szombaton. Szombaton. Igen, és a Nótafa, vagy hogy hívják az esküvőkön, aki ilyen tőled így a... Igen, a Nászló, vagy Bőfély. Az a Stumpp Pisti volt. A Stumpp az képzett bőfély. Nagyon abszolút. Nagyon. Ebből élt kamasz korában, hogy a Bodrog köri falvakban mindig volt a lakodalom. Igen, és akkor ligmisokat mondta. Órák is képes ilyeneket mondani. Kivéve, ha leitatják, mert mint amikor a Kövér Laci esküvőjére mentünk 86-nál, iszonyú meleg volt, szomjas volt, és ez az Isten hátengedék Pápa nevű faluban volt a szlovén határ mentén. És a Pisti vezetett, borzalmas szomjas volt, várták már nagyon, hogy majd mondja a ritmusokat az esküvőben, a Kövér Laci felesége a Bekmarika oda való. Csak elkövették azt a hibát, hogy Istvánt megkínálták egy unikumos üveggel, amit a szomjas ember így meghúzott. És jött volna fél óra múlva a hivatalos program, hogy a vőfény bejelenti a dolgokat. Még oda támogattuk, de mindenki megdöbbenésére szanszkrit nyelven szólalt meg. Amiről ő addig nem tudott, hogy tud ilyen nyelvet, mert ugye ott voltak képzett bölcsészek, mert a Marika az bölcsész lány volt, német szakos, és azok előbb-utóbb, mert mindenki döbbenten nézte, hogy ez most így Tónócki Anitával szólva, és ezt így, hogy akkor ez mit beszél, hogy van, hogy egyetlen szó nem ismeres, és akkor valaki képzett bölcsész mondta, hogy ez szanszkrit. Na most nem állítanám, hogy ott a dél-zalai népnek ez egy általános művetség, ez szervesen hozzátartozó rész volt, tehát a dekódolással a finoman szóval a házné többségének komoly gondjai voltak, úgyhogy éreztük, hogy Istvánt el kell vonni a helyszínről, és akkor ott egy asztalra kirakták, és mereven, órákig ott aludt. Tehát voltak ilyen gigszerek az ő vőfénypályafutásában. Jó, de most nem a Stumpfról van. Ja igen, nem, csak ez így eszembe jutott, hogy minden ilyen esküvőn ebben a baráti körben mindig az István dolga volt ez a... Na, igen, Igen, de akkor szerintem maradjunk egy picit ebbe az irányba, mert lehet, hogy részletkérdésre végén kérdeztem volna meg, hogy nekem legalábbis fontos, hogy mennyit tudtatok megőrizni az emberi kapcsolatokból? Bemész a parlamentbe, és azt látod, hogy négy pártban ülnek az emberek. Igen. Vagy Zita, te is azt látod, hogy egyik erre, másik arra, és amúgy, amit csinálnak, az nem biztos, hogy tisztességes dolog, mert amennyire én téged megismertelek, benned többek között az egyik nagyon vonzó dolog az, hogy
Józsefet lehet irányítani a Big Bandnek az óráját ilyen szakmai szempontból. Tehát, hogy amit te mondasz, azért ülünk be is. Zitát, Zita, most az olyasmit fog mondani, ami ebben a himi-humi beszédben, ahol 95-ig visszamenőleg átalakítják a számokat, amit te mondasz, abban nem lesz hazugság, nem lesz hízelgés, nem lesz politikai haszonvesés. Megszólal egy szakember is, ráadásul olyan közérthetően beszél, ugye én nem értek ehhez, én sose tudom mennyi pénz van a zsebemben, hogy ez amit kell, nagy általánosságban, most kénytelen vagyok már egy ideje valahogy átlátni azt, hogy mire nagyjából mennyi kellene, de azon kívül nem értek az egész dologhoz, és távol áll tőlem az a tudomány, de amikor te beszélsz, akkor Lacit megint más miatt ugyanígy nagyon szeretném hallgatni, de hogy mennyi maradt meg a sok kisebb nagyobb az ember, mert mindegyik csinált valami olyat, vagy csinál a társadalomban, ami miatt erősen kell gondolkozni, hogy szóba álljak vele, vagy ugye, hogy ez a vezessétek jó útra az embereket, ez volt a lényeg az ézsaiási szövegnek, nem vagyok rá alkalmas, mert az ember oda sózna inkább hajdani indulatait ismerve, hogy mit tudtatok megőrizni, és mondjuk a kapcsolatotokban, és ez az utolsó, mondok, hogy mennyire lehet négy szemben legalább azt mondani, hogy Pistikém, ne haragudjál, de amit csinálsz, ez egy közemberség. Ez volt az utolsó mondat, amit mondtam, hogy itt elhasználni. Igen? Akkor szabadon idéztelek. Előtte annyit, hogy ez az átadás, ez egy képesség, amivel születik az ember. Ugye azért az egyetemen tanítani az egy nagyon nagy kihívás volt, mert nem nagyon voltak tankönyvek, tehát nekem úgy kellett előadni, hogy le tudják jegyzetelni és vissza tudjam kérni a vizsgán, vagyis hogy nagyon is érthetően kellett beszélnem. És tudtam már, hogy mit fogok mondani, de ültem órákon keresztül, és azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom elmondani. Tehát ez segített engem abban a későbbiekben, előadásokon a közérthetőség felé. És a közérthetőséget még az is segítette, hogy édesanyámnak, aki egy munkásasszony volt, nagyon sok mindent elmagyaráztam. Mert minden érdekelte, és akkor elmagyaráztam, és hát ugye ezt hogyan magyarázom el, hogy ő ezt értse. De nagyon sokszor most is, már édesanyám meghalt 2010-ben, de most is még előjön, mintha a mami ülne ott, és neki mondanám. Tehát ez a funkciója az anyukámnak részben ez. De a másik vonal, hogy igyekszem mindig, tényleg tárgyilagosan, nem biztos, hogy jó, amit gondolok, de én úgy gondolom, hogy a legjobbra törekszem. És például, amikor egy komolyabb írás feladatot kapok, és akkor leülök írni, előtte mindig imádkozok, hogy én nekem, hogy világosítsa meg a Jóisten az agyamat, és tényleg azt tudjam, és úgy tudjam elmondani, és átadni, vagy leírni, hogy az ne legyen bántó, hanem tárgyilagos legyen, az összefüggéseket fel tudjam mutatni, és de azért kritikus legyen, de ne durva, ne legyen, semmiképpen se legyen durva kritikus. De most ez nagyon nehéz a mai világban ezt tartani, mert ugye egyre mélyebbre süllyedünk, nem akarok példákat mondani, de hát amit például, hát de muszáj, de biztos, hogy hallottátok, ez a külügyminiszter az amerikai nagykövetnek mit üzent és hogy üzente. Melyik üzenete? Hát amit tegnap előtt mondott, hogy mi köze van egy nagy, mert a nagykövet ugye kifogásokat tömeg. Mi semmi köze, elmúltak azok az idők, amikor beleszólhat egyik ország a másiknak a munkájába, és különben is mit számít egy nagykövetnek a véleménye? Nem számít. Most hát az minimum kellene neki tudni, hogy itt a nagykövet egy világhatalmat képvisel.
Ugye? Na jó, nem. Tehát, nagyon-nagyon mélyre megyünk le, és nagyon nehéz megállni azt, hogy ne azon a szinten dobjam vissza neki, ugye, és akkor eszembe jut az Eszterházi, hogy van az a szint, ami alá nem megyünk. Igen. És ezek az ilyen vezérelvek. Na most én, akinek a véleményét, vagy cselekedeteit elítélem, én azzal nem állok szóba. Egyszerűen. Levegő. Nincs. Megszűnt. Nem megy. Sem, nem megy. Az életedet. Nem, igen, nincs értelme, mert nem tudom úgysem meggyőzni. Hát ez nekem kicsit másképp alakult, mert megint megpróbálom majd rövidre fogni. Az eleje az, hogy mondjuk ilyen 30 éves koromig akárhogy is szétítem, hiába tanítottam én egyetemen, az elég bunkó módon viselkedtem. Tehát ez a külvárosi proli tempó megmutatkozott sok mindenben. Például az, hogy a hallgatóság közül, akit úgy ítéltem meg, hogy nem tud, vagy nem akar tanulni, azt tőlem lehetett Szinege Lajos lánya, és le van szarva, nem érdekel. Tehát őt nem vagyok hajlandó tanítani, az az ő baj, hogy ott ül az órán. Hanem az a része, aki viszont azt éreztem, hogy hajlandó órák után is, meg este, meg hozzáolvas, meg minden, azoknak viszont elnéztem a galátságait. Én csak a kisebbség kedvéért tartottam az egyetemen az órákat, meg később is, és ez nem biztos, hogy egy okos magatartásod. És ezt a szélsőségességet az itt azt azonnal észrevette rajtam, ezen a bunkóságon hihetetlen sokat faragott tulajdonképpen, hát nem eleget, de azért az induló állapotokhoz képest ilyen 80-es évek elejétől elég szépen eltolt egy olyan toleránsabb magatartás fele, amit hát köztünk szólva is a legkevésbé sem volt rám jellemző mondjuk a házasság előtt. Tehát megnevelt olyannyira, hogy amikor az első parlament, ott is gyakran láttuk egymást, én bejártam minden héten egyedül a magyar politológusok közül, és engem nem zavart az, hogy egyébként milyen ütközetek vannak. Maczó Ágival ugyanolyan viszonyban voltunk, mint amikor mi voltunk a Soros Ösztöndi ajánlói 87-ben. Komolyan. Vagy a Gali Ákos, vagy én Ici Gyurival is rengeteget tudtam beszélgetni, vagy nekünk régebben még ilyen családi barátunk volt Bogár Laci, ami ma már nem fordulna elő, hogy bármilyen körülmények közt szóba álljunk vele, és még segítettünk is neki Pestre költözni, mindegy. Tehát engem nem zavart ez az újkorban kialakuló politikai tagoltság, mert a spektrum minden oldalán voltak olyanok, akiket korábban ismertem, és meg tudtam ítélni, hogy milyen ember, és engem halálosan nem zavart az, hogy ők egyébként politikailag halálra aprítják egymást, és ez el is tartott elég sokáig. Tehát ezzel lehetett, hogy én rám ne kényszerítsék rám kívülről, hogy én kit szeressek, kit nem el tudom én dönteni. Ez 2010-től lényegében megbukott. Onnantól kezdve olyan mértékben van mesterségesen az ország összeugrasztva, és olyan mértékben változtak meg azok az én egykori fideszes barátaim is, hogy hát az utolsó, a Stump Pistivel az utolsó találkozás ez volt, hogy ülünk ketten sörözőben, és mondja nekem, hogy hát borzasztó, hogy hát ezek az ukrán fasiszták, hogy mit művelnek az orosz kisebbségen, meg minden, és akkor nézem, és mondom, Pisti, hát se újságíró, se kamera, se... Kinek mondod ezt az őrjökséget? Mondom, én ülök itt egyedül. De hát neked is tudni kell, hogy ez így van, meg minden, és ami Jézus Mária, ennyire megőrülték köztük, vagy egy éve újra, és te is olyan idiótává váltál, és hát mondom, mert ez nem lehet igaz. Hát igen, mert ti is csak az ellenzéki szlogeneket tudjátok mondani. Jó, mondom, igen, tudom, akkor még nem tudtam, hogy 97%-nyian vannak, és a ugye nem számít, de azóta nem nagyon. Szóval ez volt az utolsó, eddig kitartottunk, hogy bármi van, ő is mindig a szememre mondta, hogy mit mondanak a kövérék rólad, mind, mert kövér nem áll velem szóba 15 éve, nem okoz bennem ez ilyen pótolhatatlan lelki defektus. Mivel rántottad el a... Ezt pontosan tudom, mert én vele 14 évig nagyon jó viszonyban voltam, kifejezetten rengeteget is segít. Mi szereztünk nekik lakást. Na, most ezt hagyjad ezt. De a felesége állását jó, is. A minden munkát együtt dolgoztam. Jó, de az a 80-as évek volt. De a Kövér Laci a fejébe vette, 2002-ben megjelent ez a Kende Péter könyv, a Viktor.
ami egy elég szar könyv. És sajnos az úgy kezdődik az én monológommal az elején, és a fejébe vette, hogy ez az én személyes bosszum a Fidesz-szel szemben, vagy én állok e mögött a könyv mögött. Ugye ez a paranoi gondolkodás, mert nem használt neki ez a titkosszolgálatokat felügyelő időszak, hogy megtudta valahonnan, hogy mi évfolyam társak voltunk ezzel a Kende Péter, és akkor ezt találta ki, hogy emögött a könyv mögött én állok. Egyáltalán nem álltam emögött a könyv mögött, és amikor már megláttam, hogy mi ez, akkor már nem tudtam ki visszavenni a Kende, nekem csak akkor mutatta meg, amikor már nyomdában volt a kézület, mert ez egy elég bulvár alatti pletykaszintű kérdés. Engem is bevont ebben is. Engem, szóval nem lett volna szabad ebben részt vennem, de nem azért, mert a kövérnek nem tetszik, de a kövér akkor kitalálta, hogy ők a választást a Viktor könyv meg a Heti Hetes miatt vesztették el, és mind a kettőben én főkolompos vagyok. Tehát előre léptem a Fidesznek ártók listáján a harmadik helyről az első helyre, mert korábban csak a harmadikon voltam, úgyhogy onnantól kezdve azt mondta, hogy vett tudomásul, hogy ahol te vagy, egy 50 méteres sugarú körbe Fideszes nem tartózkodik. Hát akkor már edzett voltam, hogy ez is elmúlik, Nackó, annyi minden elmúlik, vagy te is észreztérsz egyszer. Ebbe például nagyon tévedtem, mert ez akkor volt, és azóta eltelt már 20 év, és semmi jelét nem látom az észreztérésének, inkább az ellenkező folyamatot látom kibontakozni. Szóval röviden a válasz arra, amit te kérdeztél, hogy én nagyon sokáig, szerintem 2010-ig meg tudtam oldani azt, hogy nem hagytam magamra ráerőltetni az aktuál politikai viszonyok mentén való tagolódást, és a korábbi ismerettségeket, amikor még nem voltak ők politikusok, azt fontosabbnak tartottam, hogy kit hogyan ítélek meg. És hogyha nekem ilyen elvtársamnak kellett volna lenni, akkor sem voltam hajlandó, mit én Gázoltánt meg szeretni, vagy mit én mondhatnék én ilyen neveket. De a másik oldalon nekem nem mondják meg, hogy én nem tudok a Mádi Lacival, például aki egy igen kitűnő tisztelt, emlékszel arra a fideszes srác, hogy vannak akikkel most is, ha találkozunk, akkor mintha semmi nem történt volna, nem látják őket éppen. Úgyhogy, de ez a magatartás, ez 2010-el felszámolódott, tudomásul kell vennem. Éppen mondtam neked, hogy fölveszed és hogy mi lesz a nyilvános. Hát együtt élek most már 10 éve azzal a gyakorlattal, vagy talán több is, hogy bárhol megszólalok, akkor kommentek tömege jön, de nem biztos, hogy meghallgatta, hogy mit mondtam, nem biztos, hogy megnézte az interjút, egyáltalán biztos, hogy elolvassa az írást, megjelenik a DK-s komment, hogy ez a hülye kéri, menjen a picsába, elszoszta a nyakunkra, a Fidesz, nekik köszönhetjük a kétharmadot, ez a DK-s. A másik meg ez a vén hülye koncsi bohóc, mikor kötik már föl, hogy már ezért, és akkor így létrehozom a nemzeti egységet, hogy az engem kommentelő között ez a fajta ilyen bátor, ilyen egymánc, hogy egyik, az a közös bennük, hogy egyik se olvassa el, vagy nem nézi meg, de pontosan tudja, hogy róla mit kell gondolni. Na most egy ilyen közegben nyilván tehetetlen vagyok. Ezzel úgy vagyok, ez a DK-sok problémája, hogy mit gondolnak rólam, a fideszeseké, hogy az övé, ehhez nekem nincs közöm, de ha valaki ezen az alapon akar hozzám viszonyulni, arra én egy másodpercet nem vagyok hajlandó szállni. Úgyhogy szűkül ez a világ Magyarországon, amelyik nem engedte magára a vagykart. Azt ugyanúgy utálom, amikor a piacon odajönnek és veregetik a vállat, hogy jó, megmondtad neki, közé, csak tovább adj a pofájuknak, az ugyanolyan kínos, mint amikor háromszor tudom, hogy kampány van, mert akkor a Váci úton keresztbe köpnek előttem, hogy mondom az Itának, hogy hány hazavárulós nap volt ma, mire hazajöttem a piacról, 6 vagy 8, akkor tudjuk, hogy kampány van. Szóval beszűkült ez a világ, hogy Magyarországnak azzal a részével tudunk személyes és mindennapi kapcsolatot tartani, akik nem érzik kötelezőnek magukra ezt a kívülről rájuk erőltetett politikai polarizációt, hanem ezt a személyiségükbe oda tudják tolni a sokféle meghatározottság egyikét, de nem hagyják, hogy ők egyek legyenek a politikai pozíciókkal. Nincs illúzióm, tudom, hogy ez ma már egy kisebbség. És nagyon sok embert elvesztettünk. Ez legyen az ő gondjuk, nem a miénk. Én már ez túl öreg vagyok, hogy ilyen dolgokban megváltozzam. Ez megint hosszú válasz volt, ez a baj, hogy nem. Megszoktam az egyetemen, hogy 90 perc, ha kinyitom a számot, hogy másfél óra az óra. Lehet, hogy nem kérdezek közben, de most nem tudom, azt hiszem, te mondtad, vagy Zita, te, hogy
2010-ben megváltozott valami, ugye győzött a Fidesz, ez csak egy dolog, Laci, te mondtad, de csak itt Magyarországon, vagy a világ változott meg, mert ugye most így hirtelen föl tudunk pár olyan személyt sorolni, akik az elmúlt 80 évben azért mondjuk annak inkább a második felében azért vagy hallgattak, vagy ilyen hangokat azért meggondoltak, hogy megszólaljanak, gondolok itt egy ilyen Trump, Erdogan, Kim Jong-un, akiket mondja, Orbán Viktor, ugye ki ne felejtsük őt semmiképp, de hogy ő indított el valamit, és akkor a dominó dőlt, vagy átfújt a világon egy ilyen szél, és valamiért a világ változott meg, és akkor ez ilyen makrogazdasági kérdés is, hogy valami a gazdálkodásunkban, vagy valami a, nem tudom, új generációk jöttek, akik már nem emlékeztek, hogy milyen borzalmas volt, ami 80 évvel ezelőtt történt, és hogy Isten őriz, hogy oda még egyszer visszamenjünk, már nem hiszik el, hogy az létezett, és ezért megint jön elő a föld alól ugyanaz a vírus, ahogy egyébként jön megint a tetű, a rüh, a poloska, nem tudunk megszabadni, a patkányok, és nem csak azért, mert bábornát bezárták, és kivették a pénzt, de mi történik a világban, hogy mondjuk itt nálunk 2010 óta érezni azt, hogy nem lehet normálisan beszélni, tudom én is, valaki elkezdett gyalászkodni, és mondta, hogy elkerülje a figyelmét, hogy már nagyon régóta én nem politizálom, és mi politizálok, és nem azok vannak hatalmon, akiket ő gyűlöl. Miért kerülje el a figyelmét? Miért nem jó nekik az a része a világnak, amiben otthonosan mozognak, gyakorlatilag minden az övék. Szóval mit történt 2010-ben? Szerintem 8-tól. Szóval ezen én nagyon sokat gondolkodtam, és erről ilyen önálló előadást tudnék, de akkor mérjed, hogy 5 perc. Szóval 2008-ban kitört egy olyan világgazdasági válság, fő pénzügyi válság, amit mindjárt elmond az IT, és szerintem nem lett földolgozva, vagy törékeny eszközökkel, meg álságos megoldásokkal lett földolgozva. Rájött ezek után egy olyan migrációs válság, ami a világban már volt, de Európában nem. Tehát Európában akkor érkezett meg néhány éve 2014-15-ben, amikor még ez sem oldódott meg, ez is legalább annyi problémát teremtett, mint amit vitt volna, akkor a nyakára jött a hirtelen más tétekkel bíró környezetvédelmi válság, ami eleinte egy ilyen hóportos bölcsészeknek volt csak a komolyan vendő témaköre, de hirtelen annyi minden jelent meg, és olyan radikálisan változik meg az időjárás mind az 5 kontinensen, hogy a meg nem oldott gazdasági válság, rájövő migrációs válság, majd egyébként a környezetvédelmi válságnak van, klímaválság. Még nem sikerült igazán megérteni, hogy miről van szó, és mit kéne csinálni, megjön a Covid, az is elvisz 2 évet, vagy hát mit jön Kínában, még most is le lehet hazudni a csillagos eget, és akkor még az is rájön ez a háború, ami most már lehet látni, hogy bizonyos értelemben igaza van a Viktornak, csak nem úgy, ahogy ő gondolja, hogy világháborús kockázatokkal van, mert egyre több helyről vonódnak be, és egyre gyanúsabb országok, ez túl sok. Szóval ennyi válság egymásra tolódik 10 év alatt, és egyiknek sem látni a megoldását, ez olyan mértékben teszi az embereket kiszolgáltattá, tudtá tehetetlenni, a tájékozódását teljesen megnehezíti, hogy ilyenkor bizonyan földnagyul azoknak a jelentősége, aki hogy odapattan, hogy én aztán tudom a megoldást. Ezek a szélsőségesek. A jobb oldalon is, bal oldalon is. Ezek nekem nem annyira szélsőségesek, mint inkább szélhámosok. Tehát egy ilyen körülmények közt azt mondani, hogy én tudom a megoldást, mint adja a Trump, hogy majd megépítünk 4000 kilométer kerítést a mexikói határa, aztán nem jön át egy sem, semmivel nem különbíte itt a Viktor mond. Tehát, hogy egy ilyen jó pedigréjű Amerika el tud jönni egy évtized alatt, hogy egy Obama helyett képes egy Trumpot megválasztani, emögött azt indít, hogy 100 év változásnak kell lenni, miközben ugyanaz az ország, és ezzel fejezem be 4,5 percnél, hogy iszonyú erős lett a polarizáció. És a polarizáció váratlan következményei
nem csak nálunk nem állnak egymással szemben. Angliában ami történt a Brexit kapcsán, és most már mindenki fogja a fejét, hogy hova vitt az a fajta polarizáció, ami meg nem tette lehetővé a normális diskurzust a Brexitről, ezért aztán az indulat szabályozó. De meg kell nézni a szlovák politikai életet, meg kell nézni a szlovén politikai életet, tehát a környékünkön is fantasztikus polarizációk vannak, és ugyan ez az ország azzal tüntet a vezetői, hogy kikérik maguknak, hogy beavatkozzanak mások belügyeibe, de azért én inkább emlékszem, hogy 10 millió euróval finanszíroztuk Marine Le Pen Franciaországba. Nyilvánvalóan le nem tagadva, hogy innen az Exim-bank, vagy kérdés valamelyik banknak, akkor nem voltak ilyen érzékenyek a fiúk arra, hogy beavatkozhatnak-e. Márpedig ez hol van ahhoz képest, amikor az amerikai nagykövet egyszerre teszi a dolgát, és mond valamit. Hát mi meg olyan mértékben avatkozunk be más országoknak a politikai életében, amire példa nem volt. Ez csak arra mondom, hogy a szélsőségességek között elvész a józanész. Bármit meg lehet tenni. Ami hangosabb, ami látványosabb, ami a pillanatot szolgálja, ilyen értelemben az egész világ és a média bulvárosodása hihetetlen rosszat tett a közgondolkodásnak, hogy ami abban a pillanatban hihető, ami hangosabb, mint a másik, ami látványosabb, az kiemelkedik az összefüggésekbe, és annak azonnal közönsége van. És találkozik a bulvárpolitika és a bulvármédia, és gyakorlatilag ilyen körülmények között egy elenyésző kisebbség tudja megvédeni a mindennapi normál tájékozódó képességét, és nem csodálkozom, hogy a többség fogja ennek az őrületnek, és ott van befejezve Szirmai Imre, akinek meghalt már 4 éve, volt a neurológiai klinikának a vezetője, egy neurológus professzor, mondogatta nekünk 2015-től, hogy meglátjátok, regressziós korba léptünk, hogy minden lefele tart, és most, hogy Imre már nincs, de most volt a héten egy kiállítása a festményeiből, minden nap hányszor eszembe jut, hogy majdnem egy évtizede mondta ezt az Imre, ugye, hogy a regressziós kor azt jelenti, hogy a mentalitás, a gondolkodásmód visszaviszi az egyéni ember szintjét, gondolkodását is egészen a civilizáció előtti körökbe, és ennek még csak egy veszélyesebb következménye van, amikor ugyanez kollektíve történik, és nagyon sokat jött eszembe a Szirmai Imrének ez a fajta pessimista látásmódja, hogy hát szegény meghalt már 4 vagy 5 éve, de egyszerre egyre jobban igazolódik. Na most ez megint hosszú volt. Igen, mert ugye mindig azt gondoljuk, hogy a történelme fejlődés van, mindig jobb lesz a dolog, és fölfelé megyünk, és hát nem. A történelme bizonyítja, hogy igenis voltak regressziós, visszaesések, és nem tudom mit. Na most a gazdaságra azt tudom mondani, hogy 2010 nagyon nagy váltás a gazdaság irányításában következik be egy nagy váltás. Ugye a válság nagy szemetét azt a bajnaiék elsöprik. Tényleg a bajnai példamutatóan jól vezette ki az országot a válságból. 2009 a mélypont, majdnem 7%-kal esik vissza a brutto hazai termék. De amikor ő átadja, akkor 2010-ben már 1-2%-os növekedés van, más országokban még nincs, tényleg nagyon jó. Mindenki azt hiszi, mindenki, az összes befektető, hogy az Orbán ezt fogja folytatni. Tehát nem fog más csinálni, ezt fogja folytatni, mert nem tud más csinálni. És ezért a befektetők is támogatják. Tehát amikor bekövetkezik a forint, ugye a bajnai alatt 302 forint volt a rettenetesen gyönge forintunk, vagy euró, igen, akkor amikor átadja, 260 valamennyire lemegy. És ez annak köszönhető, hogy bíznak az Orbán kormányban, és nagyon-nagyon sokan bíztak az Orbán kormányban, és ha elolvassuk az ő kormányprogramját, egyetlen kormányprogramját, Az példaértékű, azt hangsúlyozza, hogy vége annak, hogy itt az egyéni érdekek és a pénz egyéni érdeke fogja szabályozni a dolgokat, a közérdek, és megteremtjük minden területen azt, hogy a közösségnek a növekedése, a közösség fejlődése, de aztán lebontva a szociális gondolkodás, az oktatási rendszer
meg én időként előveszem és nézegetem ezeket, na most ezzel pont az ellenkezője. Egyetlen forint közpénzt nem fogunk elkölteni úgy, hogy ne legyen nyilvánosan bemutatva. Ezek vannak a Fidesz 2010-es programjában. Beszámolunk, igen. Elszámolunk, és mindent is a... Szóval ez a az oktatás lesz a fontos is, az egészség. Az oktatás a nagyon fontos, és az egészségügy is, mert hát ugye az ember tőkébe van, humán tőkébe való befektetés adja meg a hosszú távú növekedési lehetőséget. Hogyha elbutul a ide, akkor nincs kutatás, akkor nincs innováció, akkor nincsenek találmányok, most körülbelül ezen az úton vagyunk. Szóval egészen más gondoltak, de... A Viktor úgy, én most próbálom megkeresni, hogy hol fordult el, hol micsaklott ez ki. A Viktor úgy gondolta, hogy hát most akkor jön ő, és akkor neki meg fogják engedni azt, hogy nagyobb legyen az államháztartás hiánya, mint amivel a Bajnai megegyezett Brüsszellel, az mondok egy számot, 3,8%-kal egyeztek meg, és ő akkor elment Brüsszelbe, és mondta, hogy hát ő neki legalább 6-7% kell. Legyen neki mozgástere. Ez a mozgástér, ez az, ami... Tehát, hogy ő tudjon valamit csinálni. Ez rendben van. Csak az a kérdés, hogy mire használja ezt a nagyobb mozgásteret. Na most nem kapta meg ezt a nagyon... Azt mondták, hogy hát nem, hát felejtsük el. Már a 3-8 is... engedmény volt, tényleg, mert előtte 2-9 volt, és akkor Bajnai kiárta, hogy legyen 3-8. Ez nem. Akkor ide jön nyáron a valuta alap, és akkor ővel nekik azt mondják, hogy jó, hát ez az év már ez így lesz, de akkor jövőre legyen nagyobb a hiány. És akkor a valuta alap szakemberei azt mondják, hogy hát nekünk ehhez nincsen közünk. Mi nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy a nagy, ugye, valuta alaptól most ilyen engedményeket, és akkor hazaküldi őket. Itt fordul el, itt, és akkor jön a Matolcsi, aki nekem kollégám volt a pénzügy kutatóba, és kiválóan tud beszélni, tehát akkora hantája van, hihetetlen, és meggyőzően, tehát ugye igen, előttem van televízióban is, hogy olyan meggyőzően tudja mondani a hülyeségeket is, és akkor a Matolcsi azt kijelenti, hogy akkor ilyen, nincsenek megszorítások, tehát nem fogjuk követni. Tehát átkódolja a nyelvezetet, nincs megszorítás, nem, sőt adócsökkentés, ugye akkor jön be a egy kulcsos adó, az már akkor 11-től érvényes, de bejelentjük, és mindent kommunikálunk, és minden úgy lesz, ahogy ezt akkor most ugye az Orbán Balázs elmondta, tehát a legelső dolog, amit csinálnak, hogy a kommunikációt magukhoz veszik. A Szalai Anna Mária, ennek a kidolgozója, megszállni mindent, és csak tehát egy hang legyen, ezt hallják, és ez a súlykolás, ez egy nagyon fontos dolog, a súlykolás, ami megy, és akkor azt elhiszik, és akkor majd támogatnak bennünket, és a másik az az ellenségképzés, az egy borzasztó fontos dolog, ugye az első számú ellenség az a Gyurcsány, akit lehetett is, tehát teljesen alkalmas volt arra, hogy ellenséget faragjanak belőle, és folyamatosan ez a visszamutogatás ment. És hát elviszi egészen 11-12, már ott vagyunk majdnem, hogy államcsőd. Persze nincs szó róla, csak mi tudjuk, látjuk. És amikor már mind a három hitelminősítő azt mondja, hogy a magyar államadósság visszafizetési valószínűsége nagyon-nagyon kicsi, és akkor ugye vannak ezek a kategóriák, hogy hova sorolnak bennünk, és a bóvli kategóriába tesznek. Tehát befektetésre nem ajánlott magyarul. Ide ne jöjjön pénz, ide ne jöjjön tőke, mert hát bizonytalan egyáltalán. És akkor jön egy politikai fordulat megint, hogy akkor ugye nincs pénz, és most nagyon hasonló a helyzet pillanatnyilag, nincs pénz,
ugye uniós pénzek vannak, de azok még csak kicsit csordogálnak, meg úgy leállítják, hogy ezt elgondolkodunk majd, hogy hogyan fogjuk elosztani, de nincs pénz, akkor kiküldi a fülkészeit Orbán keletre. Menjenek is arabokhoz, kínaiakhoz, oroszokhoz. Ez a töröcskeit csinálja, töröcskeinek, aki le van csukva most már, nem? Igen, most már igen. Jó orosz kapcsolatai voltak, és akkor hát a kínaiak, kinél csak elmosolyodik, ugye körülbelül. Az arabokkal valamit, de ők se adnak pénzt, hanem az oroszok. Az oroszok, és ezt a kicsit akkor részletesebben mondom, mert ugye sok feltételezés van arra nézve, hogy mi ez a nagy orosz barátság, ez az őrült nagy fordulat, mert nem ilyen volt. 2015, hát ő nagyon is elítélte az oroszokat. A következő volt, a Paks 2 megépítéséről szó van, mert ugye Paks 1 lejár, és akkor bővíteni is, mennek, már a Gyurcsányék alatt megy a vizsgálódás, hogy igen, akkor kell, és akkor ezt bővíteni, és akkor nemzetközi tendert fogunk kiírni. 2013 novemberében a Martonyi még mindig azt nyilatkozza novemberben, hogy vagy nemzetközi tender lesz, tehát nem az, hogy az oroszokkal építettem, hanem jelentkeznek koreai, dél-korea persze, francia, meg német, meg más... hát, kanadaiak. Igen, akik tudnak ilyet építeni, és majd a legelőnyösebbet fogjuk kiválasztani ezek közül. Ezek után, de mondom, ez 13 november, 14 január 14, amikor kimegy Orbán Putyinhoz, előtte azt mondja a sajtótájékozó, hogy hát egyeztetjük a gazdasági folyamatokat. Tehát ilyen korábban nem volt, de ezt mondják, hogy azért megy ki, miért megy ki, hát valamit kell mondani. Hogy valahogy egyeztessük a gazdasági eredményeket. A német Lászlóné volt akkor a gazdasági miniszter, a fejlesztési miniszter, ő vele, és hát bejelentik, hogy akkor aláírtuk a megállapodást. Úgyhogy előtte kellett az uniónak egy vélemény, előtte néhány perccel jön meg a vélemény az uniótól, hogy az atomenergiával való együttműködés, tehát egy ilyen együttműködési megállapodás jött létre egy 1960-as, nem tudom milyen törvényre hivatkozva, akkor ugye azért odáig visszanyúltunk. A Viktor nem írja alá, a német nem írja alá. És akkor hazajönnek, és a kormánytagok is ekkor értesülnek, hogy akkor most ez itten eldőlt. Mert mi kértünk pénzt, és pénzt nem adunk, de adunk nektek hitelbe 10 milliárd euró erőművet, ha mi építhetjük. A Rosszatomnak akkor nem voltak megrendelései, a finneknél dolgoztak, de minden bajuk volt a finnekek már akkor is, úgyhogy nem lett volna szabad. A bulgárok is azt hiszem, akkor visszamondták velük szembe, tehát a Rosszatomnak kellett ez a 10 milliárd. 10 milliárd euró, amikor megtudta a Mesnyekon bank, ez a külkereskedő bank, aki ezt adja, vezetője, hát rosszul vett. Tehát ez tiszta politikai döntés volt a Putyin részéről is, az Orbán részéről is, és szerintem itt megkötött az az alkú, mert azt gondolta az Orbán, hogy a 10 milliárd euró az majd így jön. Nem, hanem ez nem egy ilyen pénzügyi hitel, tehát hogy akkor odaadom a pénzt, és akkor te azzal garázdálkodhatsz, hanem kereskedelmi hitel, tehát amikor valamit teljesítenek az oroszok, akkor kiszámlázzák, de nekünk nem kell kifizetni, csak a saját azt a
20%-os önrészünket kell kifizetni, tehát egy ilyen hitel, de én szerintem ez itt fordult át, ezen a ponton fordult át. És akkor hazajött, és akkor mindenki mondta, hogy hát ez nagyon jó, mert az oroszok milyen fantasztikusak, és emlékszem, a Varga is azt mondta, hogy hát lássuk be, hogy ők tudnak legjobban atomerőművet építeni. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy azóta sincs még igazából rendbe téve az engedélyezés. Mert hogy képtelenek az uniós normákat követő szabályrendszert és tervet letenni az oroszok, és majd a lengyel Lacival lesz elő, már nagyon régóta azt mondja, hogy nem lesz ebből semmi. Nem lehet tudni, de szerintem ez volt az a pont, ahol ott egyszerűen megvették, mert ugye hát azért tudjuk, hogy osztozkodni lehet, meg tudnak, úgyhogy. És volt még egy pont, ami megerősítette bennem ezt, hogy akkor ott megvették. Ezt a Simicska mondta el. Az egy évek kisebb lesz. Amikor 15. Hát igen, amikor rájuk csapja az ajtót, akkor a Simicska valahol lenyilatkozza, hogy hát a Viktornak nagyon kellene, meg kellett volna mindig az RTL, hát ez azóta is, ugye, mert az nem az enyém. Ott még van valami más hang is esetleg. És megkérdezte tőle, hogy hát mit gondol? Akkor még jobban voltam, amikor kérdezte, tehát a Simicska ezt utólag mesélte, hogy hát mit gondol erről, hogy mennyibe kerülhet. És akkor mondta neki a Simicska, hogy ez nagyon sokba kerül. Hát és hát mégis mennyibe? És azt mondja, hogy hát 100 milliárd forintba kerülhet. És erre a Viktor rántott egyet a vállán, köszönöm a kis vizet, jó. És azt mondja, nem baj, mert megveszi nekem a rossz atomot. Hoppá, nem? Szóval ez is az erősítette bennem, hogy ez volt a fordulópont, és ez tehát egy anyagi, nagyon erőteljes anyagi kapcsolat van szerintem. Nem tudom bizonyítani, senki nem tudja bizonyítani, de az is tény, hogy ugye minden titkosítva lett, hogy a pénzügyi megállapodás, mert ez a januári megállapodás csak egy aláírás volt, hogy igen, de a pénzügyi feltételekről szóló megállapodás az 14 márciusában jön létre, és ezt az orosz sajtóból tudjuk meg. Azt se írta alá, azt egy Orbán Gábor írta alá. Akkor még annyi kommentált ez, hogy amikor ez volt, ugye 9 éve, akkor teljesen másképp nézett ki Oroszország státusza a nemzetközi erőtérbe, és a németek végig falasztak ehhez, mert a német gazdaságnak a bekötöttsége az orosz kapcsolatokban, ez az, amikor a Schröder lemond kancellárként, és kinevezik annak az északi áramlatnak a főnökének, nem tudom mennyire emlékeznek rá, hogy én azt tudom, akkor még úgy beszéltem fideszes vezetőkkel, hogy persze majd fognak morogni itt, hogy az oroszokkal miért üzletelnek a magyarok, de hát a németek nem nagyon bánják azt, ha van egy ilyen közvetítő ország, aki ilyen kicsit viszi helyettük is a balhét. És akkoriban tényleg így volt ez, hogy nem tűnt olyan veszélyesnek. Mikor van a Krím? Az 15? 14. Ez a Krím előtt van, január. Igen. És nagyon meglepődött, sokkal kisebb balhé lett a Krímből annak idején, pedig az legalább ugyanolyan volumenű szemétség volt, mint ami azóta történik. És azért nagyon sokáig falazott a német politika a Viktornak. Csak azóta három dolog történt. Egyrészt radikálisan megváltozott a német belpolitikai konstelláció, és egészen más hangok, más erők vannak ott. Megváltozott Oroszország státusza, és hát ennek következtében megváltozott az európai egység vagy egységbontás problémája. 10 évvel ezelőtt nem látszott még olyan nagyon erőteljes dolognak, ha valaki folyamatosan kibeszél, megfelelően nem vettek róla tudomást. De azóta eltelt 10 évben egyrészt Oroszország teljesen elszigetelődött, és mindent meg is teszett, és még jobban el fog szigetelődni. Másrészt
az a fajta amerikai érdektelenség, amelyik a Trump időben él, de már elkezdett az Obama, hogy Európa oldja meg a maga problémáit, van nekünk más dolgunk itt, főleg ez egy csendes-óceáni térség, hogy akkor nem olyan fontos, hogy mi történik Európában, egység van, vagy szakad átkövetések, minden, ez megváltozott, mert onnantól kezdve azt látom, hogy nagyon úgy döntöttek, és a Biden periódusban, hogy na, akkor megint kézbe vesszük Európát, mert ezek maguktól nem elég kemények, és elindult egy elég erőteljes amerikai irányítás alatti európai egység, aminek szerintem a meghatározó európai országok is örülnek. Engem leginkább meglep, hogy az az Anglia, aki kilépett közben a közös piac, vagy az unióból, az leginkább szorgalmazza ezt az amerikaiak által irányított új európai egységet. Tehát másnak tűnik a Viktor viszonya az európai egységhez, az Egyesült Államokhoz, ez az új típusú polarizációhoz és az oroszokhoz is, mint amikor ezt az üzletet megkötötte. Azzal a más kérdés, hogy egy olyan fickóról van szó, aki soha életében nem ismeri be, hogy tévedett, és nem hajlandó ezt. Gyerekkorában ezt az egy szót például elfelejtették neki megtanított, hogy tévedtem, mondd utána, Viktor, tévedtem, akkor nem. Az nem volt ott. Úgyhogy az igazi gond az, hogy még akkor ez elment, ez a simlis játék 14-ben, ott morogtak már az unióból akkor is, de nem tűnt ez olyan nagyon komolynak. És 2023-ban viszont teljesen más világ. És ez ugyanez a magatartás, ugyanez a bekötöttség, most már transzparensebb, nyilvánvalóbb, napi konfliktusokat okoz, és folyamatosan az ország elszigeteltségével jár, úgyhogy azt hiszem igazad van, hogy ott volt a fordulat, csak a probléma az, hogy olyan fordulat nem volt akkor, amikor már nagyon kellett volna. Bocsánat, és a Merkel, amit Merkel is közrejátszott abban. Hát nagyon, persze, hát erre mondtam, hogy ő bizonyos sok német védelem alatt csinálta ezt annak idején, és hát most már ugye teljesen más szelek fújnak a német politikában is. De azt akartam kérdezni, hogy jó, Orbán nem közgazdász, meg nem tanulta meg ezt a szót, hogy tévedtem. De azt nem lehet mondani, hogy egy buta ember, aki nem tudja, hogy mi történik. Egyrészt, hogy 3,8 engedélyezett hiányból ő miért gondolja, hogy ennek a dupláját? Mert ő. De hogy ettől meg tényleg fognak mert keresni. Mert harmad. Mert ugye mi két harmad. De hogy az unióban ez... Igen, úgy gondoltam. Hát azt hiszi, hogy ott is megvannak ezt. Igen. Mert ugye mondtam, hogy nagy volt a nemzetközi tőke támogatottsága az Orbán kormánnyal szemben. Sokáig azt mondták, hogy hát majd meglátjuk, mert nem érdekes, hogy mit mond, hogy mit cselekszik. Majd meg kell várni az önkormányzati választásokat. Mert a magyar gazdasággal az volt a probléma a rendszerváltást követően, hogy a költségvetési osztást, újraosztást, elvonást és újraosztást, ezt nem tudták rendezni. Tehát nagyon nagy hiányok voltak, adósság növekedett, ráta az valamelyest vagy a mérsékelődött, de az adósság növekedett, a kamatok nőttek. Tehát mindenki azt mondta, költségvetési reform, költségvetési reform. De nem lehet megcsinálni, mert olyan érdeksérelmekkel járna, volt ez a feltételezés, hogy ez ebben politikailag bele fog bukni, tehát nincs hozzá annyi erő. De jön a Viktor kétharmaddal, majd megcsinálja. Ezt hitték, mindenki ezt hitte. És ezzel szemben mit csinál? Azt hiszem, hogy május végén van, a kormány alakul, május 29, 2010, és június 3-án Kósa előáll azzal, hogy olyan a helyzet, mint a görögöknél. Igen. Csőd közeli. Igen. Mindjárt a görög csőd, mint Magyarország is csődben van. Hát később megtudtuk, ennek nem volt igaz, de később megtudtuk, hogy ezt azért mondtam, mert ugye a kampányban, meg már előző időben mindig az mindenféle ígéretek hangzottak el, hogy mit fognak csinálni, és akkor rájöttek, hogy hát nincs miből osztogatni, nincs miből kiadni, vagy teljesíteni az ígéreteket, és ezeket akarták lehűteni.
ezeket az ígéreteket, és akkor a nemzetközi a pénz megint ugye elszállt, akkor a 264-ről fölment 286-ra az árfolyam, és tényleg ott voltunk, hogy, hogy napokon belül itt minden összedől, tényleg napokon belül. És akkor összeültek egy hétvégére az egész kormány, hogy mit lehetne csinálni, és akkor találták ki ezt az egy kulcsos adót, meg hogy akkor elfogadjuk a 3-8-at, meg hogy az ingyenes pálinkafőzés, meg nem tudom, meg mindenféle ilyen baromságot összeszedtek, hogy mintha ez lenne egy kormányprogram. Mindegy. És akkor valamit hát csillapodott a helyzet, de meg volt róla győződve, hogy hát ő olyan erős, hogy ő neki meg fogják elmondani. Ez az alapprobléma azóta is kísért, hogy az itthoni ilyen semmilyen más európai országgal egyben nem vethető támogatottságára meg van győződve, hogy ez nemzetközi szférában ugyanolyan érv, és nem veszi észre, hogy amikor leül egy kormányfő tárgyalni, akkor senki nem kérdezi meg, hogy a másik kormányfő fölött hány százalék volt. És akkor ebből a spirálból nem tudnak kicsavarodni, eljutnak a 97 százalék plakátolásai ehhez az agyrémhez. Mindenki röhög ezen rajtok kívül, az Unióban is röhögnek, de olyan mértékben meg vannak győződve arról, hogyha amit én látott világ, az mindenkinek ugyanúgy kell látni, hogy egyszerűen nincs már rá készségük, képességük, hogy megértsék másoknak a gondolkodást. Ugye hát én azt látom a Viktor és Szűke környezeti, hogy egyre inkább ilyen beszűkül ilyen a saját maga világképében olyan mértékben fogoly, hogy minden devianciának tart, ami túl van ezen. És hogyha az ember végignézi ezt a 2010-től tartó folyamatot, akkor ez ilyen gyorsuló pályán van. Szóval ez hogy hihetetlen módon, hogy ez a mentalitás, ez ugyanaz, hogy én mondom meg, hogy akkor kinek van. Nagyon nem levallom bele magam. Még egy dolog van mindenképpen, amit én így megkérdeznék, és utána akkor készüljetek arra, hogy ha akartok, ti is kérdezzetek. És ez egyszerűen az, hogy mi a kép, van ebből kiút, eddig fogunk vergődni így, de volt még egy közbülső kérdés, amit mindenképp fel akarok tenni, hogy mire kellett neki ez a 6-7%, ez a mozgástér. Ugye Széchenyiék akarnak egy modern Magyarországot, akadémiát, nem tudom én mi egyebet, van egy ilyen cél. Zelenszky háborúban van. Nyilvánvaló, hogy az ottani költségvetésnél is, hát udvarolni, alkudozni kell Európával mindenkivel, adjanak pénzt, hogy ő fegyvert tudjon venni, hogy megvédje önmagukat, meg ezt mondja mindig, és van ebben is igaz, Európát. De mi az Orbán azon kívül érve, vagy mit akar ő? Ugye építeni állítólag egy olyan középosztály, amelyik majd fölpörgeti a... Tehát, hogy ott kezdünk el majd elemelkedni a földtől, amikor lesz egy erős középosztály, ami nincs, vagy nem azért, én legalábbis naív, hozzá nem értő ember, úgy látom, hogy nem ez történik, valami az ördög súgja, vagy nem tudom én ki, hogy ők valami egyéni gazdagodásban gondolkodnak, de nem látják, hogy ez is összeomlik egyszer. Szóval, hogy miért kell neki több pénz, és miért nem jön rá, hogy ezt látják kívülről is, hogy ő lopni akar, és ezt nem fogják finanszírozni, vagy átlátnak ezen, akkor miért erőlteti ő, akinek nagyon erős az ilyen ösztönös, nem tudom én milyen politikai vénája, de Laci, te mondd meg, hogy így van, vagy ez is csak egy ilyen hitet, és hogy nem érzi, hogy baj van, és hogy ebből ennek nem lesz jó vége. Egy igazi jó, mint a második világ elsőben is voltak olyan tábornokok, akik évekkel korábban azt mondták, hogy fú, felvesztettük. És mégis ott maradtak, és még emberek ezrei, tízezrei haltak meg, mire mindenki elkezdte látni, vagy ugye jön egy Simicska, aki talán hamarabb rádöbbent, hogy ebből baj lesz, hogy nem egészen erről volt szó, hanem hogy az a nagyobbik baj, hogy amit ő álmodott, és ami
pedig olyan jól ment, hogy kell ügyesen rafináltan lopni, abból őt most elkezdik kitolni, mert hát nem elég a nagy darab a sajt, amit osztogatni lehet, szóval, hogy mi az ő célja? Hát azzal kezdeném, hogy a... Hogy önzetlenül akarja ezt a... 2010-ben én nem hiszem, hogy magáncélokat, magántőkét akart építeni. Szóval valahol szerintem itt ez a Simicska fertőzése. Igen? Szerintem az Simicska fertőzése volt, hogy igen, hát akkor itt vannak az uniós pénzek. Mert először leállítja az uniós, nincs pénzköltés. Aztán 2 évig nincs, nem lehet beadni se pályázatot se. És akkor aztán, nem tudom, hogy Laci, ezzel nem beszéltünk sohasem, de szerintem a Simicska rontotta el ilyen irányba, hogy hát akkor megszedjük, és akkor a mi, és akkor ez a program, ugye ez a közé... 2014-ig az volt, hogy a Lajos majd elintézi a gazdaságot, neki a politikai szférával kettődni, és ez működött is, ez a munkamegosztás, addig, amíg nem vette észre azt, hogy a Lajos nem csak a gazdaságot intézte el, hanem a gazdaságból visszanyúl és átnyúl a feje fölött a politika, mikor már rájött, hogy lényegében a Simicska erősebb, mint ő, akkor kezdődött ez a konfliktus. De addigra már a Lajos által megteremtett modell az vagyonát. Azt mondta, jó, akkor arra kell csak ügyelni, hogy nehogy még egy Simicska legyen, inkább legyen 10, de azok mind tőlem függnek majd. De folytassad majd, mert én sem. Van egy akcióma, hogy a tőke és a tőke gyarapítás van valami. Valakit keresnek, és nem fogják kérni. Szóval a tőke gyarapításban való részvétel az egy ilyen megszállottság, na nem lehet kilépni. Ez egy szenvedély, betegség. Ez betegség, igen. Ezt mi nem tudjuk felfogni, mert nem lehet. De ezeknek állandóan ezen jár az adó. Tehát soha nem elég semmi. És mikor ez a vezér motívum, hogy nem elég a vagyonom, meg a... Ezek mind politikailag felfűtött és tőkésített emberek, akik körülötte vannak. És ott akkor van, ez csorog lefelé is, úgyhogy elég sokan meg tudnak erről élni, akkor hogy lesz ennek vége? Hát nagyon félt a tavalyi választások előtt. Nagyon félt, hogy elvesztik a választást, és akkor ugye ez elszámolás, és nem tudom mi lesz, szóval a tanú bizonysága, hogy a lányát kiküldi Spanyolországba, hogy az egy kimenekítés volt lényegében, hogy minden fontos pozícióba hosszú évekre berakja a saját embereit. Igen, és volt még valami vagyonosztás is, nem? Ja, és akkor az egyetemek. Persze. Igen, az a vagyonújraosztás. Az lett a menekülési út, mert úgy ítélték meg, hogy jön 1600 milliárd majd a felsőoktatás fejlesztés az új uniós pénzek alapján, és eredetileg az a 2020. október végi alkalom, amit az uniós vezetőkkel kötött, hogy melyik ország mennyit és mire kap, abban tényleg így volt. És az Istvánt is ezzel tudta befírelni, hogy gyere és akkor intézd el, hogy soha ennyi pénz nem lesz felsőoktatás modernizálásra. És hát azt eleve, hát lehet látni, hogy minden kuratóriumban, még visszamenőleg a Krócsányitól kezdve a Tarlósig szétrakták, hogy ott az egy abszolút bombabiztos dolog lett volna, ha Bukinak a választáson akkor is, hogy az egy nem egy áttelelési, az a elért nagyon magas jövedelem és vagyonszerzésnek egy hihetetlen jó garanciá lett volna, és nem beszélve arról, amit érdekes a magyar média nem nagyon fértett, hogy nem csak az egyetemi autonómia sérült, hanem olyan jogokat kaptak ezek a kuratóriumok, amik az egyetemeknek soha nem voltak. Eladhatják a sportpályáikat, az egészségügyi rendelőiket, az ingatlanjaikat, tehát itt azért a magyar egyetemek mögött hihetetlen széles, mindenféle vagyon van, szóval géppartok kezdve egyéb, és ezek a kuratóriumok erre is jogot kaptak volna, hogy nincs senki, aki ezt ellenőrizze, hogy ők, szóval ki volt ez a modell találva, hogy mi van Bukács idején, de én egy kicsit másképp látom, mint az itt a 2002 és 10 között az én többször beszéltem vele erről, és tudom, hogy a mániája az volt, hogy
2002-t azért vesztették el, hogy egy tanulság van, a média és a gazdasági háttér. Hogyha ez nincs, ez a kettő, akkor a hatalom törékeny. És hogyha ő még egyszer visszajön, akkor először is a médiát kell teljes értékben elfogadni, másodszor meg kell teremteni azt a nagyvállalkozói hátteret, aki a gazdasági élet egészét le tudja fogni. Ez a fejében megvolt, és ebben a Lajossal maximálisan egyetértettek. És meg is osztották ezt a munkát, megtalálta azokat az embereket, akikkel, hát hihetetlen, a magyarországi médiát 2010. július és november vége között teljes mértékben átalakították. A magyar sajtó januárra kapott erre rá, és akkor ilyen fehér, üres címlapokkal jelentek meg, de akkor már minden jót. Mert először az irányítás, másodszor a finanszírozást, harmadszor a személykérdéseket döntötték el, három lépésben volt média törvénykezés, és erre nagyon sokáig nem figyelt senki. Csak amikor már a végeredményt látták, hogy úristen, minden az övék, és mindenütt mindenkit lecseréltek, akkor lett némi pánik, aztán a maradék problémákat meg elintézték úgy, ahogy lásd, Népszabadság meg egyébek. Tehát szerintem ez, hogy a médiát hogyan tették de teljesen lakája, ez egy tanítani való történet, és ezt tátott szájjal nézte mindenki, mert nem is értette, nem hitte el, hogy ezt ilyen hamar meg lehet csinálni. 3,5 hónap alatt megcsinálta. Ki találja ki, Laci, ezeket a dolgokat? Orbán találja ki mindent? Nem. Mire való a Viktornak egyetlen abszolút olyan képessége van, ami más politikusnak nincs, pontosan be tudja mérni, hogy ki mire való. És azt is tudja, hogy kit meddig lehet használni, és ha nem, akkor már így dobja el. Hát nézd meg, hogy hány ember a Csikától a Martonyék, hogy ahogy eltűnik, amire akkor kinéztem, és arra teljesen kicsavarom, mint a citromat eldobom, hogy ehhez Orbán Viktor jobban ért, mint az általam ismert politikai életben a bárki érthet, hogy pontosan megvoltak azok az emberek, tudta és ezeket a Szalai, Szalai Anna Máriának kellett összeszedni ezt a stábot, és erre az egyre úgy fölkészültek a választás előtt, hogy a jogszabály tervezetek szintjét, tehát nem emlékeztek erre, hogy ezeket a médiatörvényeket péntek este 10-kor bevitték a parlamentbe, hétfőn már meg is szavazták. Hát ki a túró néze, akkor még nem volt elég rafinált se az ellenzék, se az újságírók, hogy szombat-vasárnap nézzük, mit raktak fel a... Úgyhogy később szoktak csak hozzá ahhoz, hogy péntek este 11-kor jelennek meg a fontosabb javaslatok. Tehát ez az, hogy a Viktornak ez a két ilyen fixa ideája, hogy média háttér nélkül törékeny a hatalom, és a gazdasági kulcspozíciókat pedig az általam kinevelt garnitúra, és ezt a Lajos túlspilázta, mert ebből az lett, hogy akkor minden én vagyok, de tanult belőle. Nem tudott senki a Mészáros én értelemben látszat, tehát látjuk körül van véve, Jászai Gellértekkel, meg a Vejjel, meg minden, tehát ott, ez bizonyosokig a magyar média nagy hibája, hogy azt hiszik, hogy itt csak 10-20 gazdagodtak meg, és ez a Forbes lista is, hogy hányan vannak már 100 milliárdos magyar fölül, eltakarja a fontosabbat. 58 ezer tagja van most januárban magántőke alapoknak. Ahova ezek megnéztem, 12 ilyen van, a legtöbben minimum 100 milliós vagyonnal lehet belépni, egy név van, ez a pénzmosásnak az eszköze, ezt is. Na most gondolják ki, hogy ez 58 ezer család, tehát itt ez a látszat, amit sajnos beugrunk mi is a propagandának, meg a bulvárszink, hogy mintha csak itt néhány ember gazdagodott volna meg. Hát nem, itt lehet egy nagyon erős 200 ezeres réteg, aki effektíve milliómos, és durván egymillióan úgy érzik, hogy jól jártak a Fidesz korszakkal, mert nem tudja egy 3000-es településen átlátni a vállalkozó, ott van valaki ács, vagy asztalos, vagy valaki, és akkor azt látja csak, hogy a polgármester, meg a helyi nagyvállalkozó az ugyanaz, hogy vagy ő maga elvállalja a polgármesteri szerepet, vagy a strómanja, és a rendelés innen van, hogy hányszor hallottam ezt Falig, hogy kérdezi a polgármester, hogy Gyúcsa néni, nem voltak maguk templomba vasárnap. Hát nem, hát a férjemnek valami fusi munkája volt a szomszéd faluban. Mondja, hogy akkor hétfőtől nem kell jönni a tetőszerkezetet magának már ácsolni, mert majd csinálja más. Hogy olyan mértékben van befogva alul is a magyar társadalom település szerkezetében is az a kisvállalkozói réteg. Nagynak tűnik a 100 milliós lopás középszinten, fönt nem tűnik föl, mert.
Az oda-vissza hát látjuk, hogy hát szegény Völner se tudja, hogy kapott vagy nem kapott. Most hát 14 hónapja gondolkodhat rajta, elég okos gyerek volt ahhoz, hogy talán rájöttet volna. Amíg elvitték a nagy kocsikat a feleségtől, nem is gondolták komész. De azért egy kisebb településen, hogy valakinek van 1-2 milliós megrendelése vagy nincs, az sorsdöntő. És a kis településeken Magyarország 3200 településéből 2900-ban a Fidesznek 70% fölött volt a szavazóbázisa. Tehát olyan mélységbe sikerült bekötni a magyar vállalkozói rétegeket a pénzelosztást a helyi és középszinten intézőknek, hogy arról nekünk nincs fogalmunk. Tehát sokkal többen vannak meggyőződve Magyarországon ahhoz, hogy a relatív jólétük, ami tulajdonképpen összehasonlító alapon többnyire nem romlás. De ha látom másoknak a romlását, akkor meg vagyok győződve, hogy én milyen jól jártam, hogy ez egy milliós tömeg. Tehát akik mindig kérdezik tőle, hogy a Fidesznek még mindig van 2 milliós bázisa. Úgyhogy ebből 1 millió őszintén hiszi, hogy ő ezzel a rendszerrel jár jól is, ha nincs ez a rendszer. És ezért haragszom a médiára, hogy örökké csak a mészárosokról beszél. Sokkal fontosabb lenne ez az 56 ezer ember, aki kvázi milliárdos, mert 100 millióval kell belépni, hát akkor ott mennyi van, hogyha annyival be lehet lépni. Ezek eltartanak újabb hálókat. Tehát az 56 ezer ilyen középvállalkozói szint, az simán megszorozhatja maga 10-20-a, mert ezek továbbiakat is, hogy aki 10 millióval függ az 500 milliós főnökétől, az is összeteszi a kezét, hogy onnan ki ne rakják. Tehát itt el van tájolva az egész magyar közvélemény a médiával együtt, és hát az ellenzékről már nem is beszélek, aki ebből nem nagyon ért semmit. Szóval igenis van egy függő réteg, és a Viktor pontosan tudja ezt, és csak ennek a 2 millió embernek beszél. Tehát amikor állandóan fölháborodunk mi mindannyian, és leleplezzük, hogy már megint micsoda hülyeséget mondott, ez ott nem érdekel senkit, és meg nem a Viktort, nem ő tudatosan annak a 2 millió bázisnak beszél, akinek ezért lejáratja 8 millió szemébe magát, mert olyan őrültségeket, meg olyan átlátszó hazugságokat, de ő ezt nem érdekli. Az érdekli, hogy az a bázis, amelyik tőlem mindent elfogad, az kapja meg minden héten a maga Isten tiszteletét, hogy az, és megkapja, és megkapja, és tudatosan nem érdekli az a 8 millió, aki nem így gondolkod, nincsen. Szóval ennél transzparensebb, hogy kiírom azt, hogy 97%-a a hazugságnak ilyen szintjét azt hinni az ember, hogy józan észre ilyet nem lehet csinálni, menjenek ki az utcára, menjenek végig a Szentendrő úton, fogják látni kilométerenként, hogy igen, lehet. És én hülye, már elmenekültem, csak sportműsorokat nézek, már megnézem a Fradi német női kézilabda meccset, és közben is négyszer látom, hogy 97% nem tudok hova menekülni, mert már a sportcsatornákon is ezekkel, már nem lovalom bele magam. Azt akarom, hogy ezt kiegészítésképpen, hogy és ennek a bázisnak a gondolkodását folyamatosan mérik. A nagy Magyarország mítoszokat, még az összes többi mi az, amit megengedhetnek? Tehát, úgy gondoltad, hogy az Orbán nagyon a nép lelkét ismeri és úgy beszél, hát onnan ismeri a nép lelkét, hogy rettenetes pénzeket szór a Rogán. Folyamatosan emelik a költségvetési kereteit, nem 100 milliókkal, milliárdokkal. Fókuszcsoportos vizsgálatok, és méri. Na most ennek a tábornak a véleménye az, lehet, hogy most itt egy kulcsmondatot, vagy már lehet, hogy tudod, nem tudom, ennek a tábornak a véleménye az, hogy a legalsó réteget pedig nem. Azoknak nem adunk pénzt, így nincs emelve a családi pótlék, és így nincs sohase célzott segélyezés. Ugye az ársapka az egy globális szabály, de mindenki azon a befagyasztott áron veheti a termékeket, meg a rezsit, meg a nem tudom mit, ugye? És ez azért van, mert ennek a rétegnek az a véleménye, hogy oda lefelé nem szabad adni pénzt, azokat nem szabad támogatni, tessék dolgozni, innen van ez a mi munka alapú társadalmat építünk. Tehát ezt valamelyik fideszes egyszer előadta, hogy abban a pillanatban, hogyha tényleg egy ilyen szegény segítő, tehát egy ilyen szociálisan érzékeny vonást mutatna föl a Viktor, akkor ez a tábor középosztálynál baromi nagy bázisvesztés lenne. Akkor megbukik. Tehát ez tartja ezt a idézőjelben, mert szociálpolitikát
És mérik ezeket, tudják, hogy ez a közösség erre a Nagy Magyarország dics, meg a három tenger most a Alcsutnak a határát, meg egyéb ilyen őrültségre mindenre vevő, mert nem a tudás számít, hanem a hitszerű viszony, és ezeknek a visszaigazolását le lehet olvasni a Viktor beszédekben. De ez olyan komoly, gondolják végig, hogy amikor egyszer megmérték, hogy a vasárnapi nyitvatartás körüli cirkusz, ugyanennek a Fidesz alsó közép rétegnek is sérelmes, egy pillanat alatt vették le. A hülye Sanyén még ott ugatott a parlamentbe előtte nap, hogy hát ez ezért meg azért, másnap úgy, hogy van, de már talán nem is emlékeznek erre az egész, hogy de. Micsoda tőkét belefolt, és ráadásul még az egyházakra is kenték, meg a hitvilágra talán emlékeznek ezt, de amikor megmérték, hogy ez a bázisnál is, már el is felejtette a magyar társadalom, hogy volt ilyen vita, tehát ez a fajta gondolkodásmód, hogy a saját bázis érzékenységét állandóan mindig tesztelni kell, ez egy olyan újdonság, amit... És ebben ki is merül a kormány. Igen, ez a kormány. Ez a kormány. Igen, ez a kormány. De akkor ezek szerint a helyzet rosszabb, mint gondoltuk volna, és reménytelenebb. Igen, igen, ez így. De, bocsánat, egy... tegnap a Békessé azt nyilatkozta, hogy ez a rendszer, mert hogy a kérdésedre válaszoljak is, csak Orbán halálával fog megbukni. Ezt gondolom én is egyébként, de akkor miért lepte meg Orbán az, hogy két hadnagy győzött, és miért volt betolva attól, hogy mi lesz itt, mert hát akkor tudhatta volna, hogy megint két harmada lesz, ami azért meglepett bennünket, és szerintem joggal lepett meg, azért nem gondoltuk, hogy ennyire akkor nem emlékeztek rá, hogy itt volt két hónap, október-november, amikor az ellenzék hajlandó volt összeállni, és kitermelte a egy szem jelölteket majd a leendő választókörzetekben, és lebonyolódott ez a váratlanul nagy sikert arató nyilvános megméretkezés, ami ugye egész másképp csapódott le, ők a Dobrevnek részültek, meg voltak győződő, és az ő méréseik is azt mutatták, hogy a Dobrev nyeri majd meg, és föl is készültek. Eleinte nem is tudtak a Márki-Zajjal mit kezdeni, nem biztosan emlékeztek. De. Úgyhogy abban az időben radikálisan változott a helyzet, de nem úgy, ahogy ezt a magyar újságírókat nem lehet megtanítani választás szociológiai alapkategóriákra. Nem a Fidesz bázis csökkent, mert az csak egy néhány százalékkal csökkent, hanem az a szétszórt ellenzék, illetve a Fidesz-en nem túlzottan szimpatizáló tábor hirtelen kezdett összeállni, és ebben az október-novemberben megnőtt egy ilyen 10-12 százalék ponttal a támogatottságuk. A Fideszé nem csökkent, csak a 43 százalékra, a korábbi 23-ra rájött 12, az már 35, és akkor észbe kaptak, kurva élet, hát ez két hónap alatt ilyen soros lett, hát van még 4 hónap a választásig, ha nem csinálunk valamit, hát ezek tényleg utolérnek minket. Nem volt alaptalan. Gondoljatok vissza, hogy mennyire más volt a társadalom alaphangulata, az ellenzékes szimpatizálók is, és abban nagyon rövid 6-7-ben, ez október-november. Aztán persze jöttek a pártalkuk, hogy ígérte szegény Márki-Zay, mert nem tudta kikerült le együtt, hogy legkésőbb novemberre meg lesz a közös lista. Hát az a közös lista, amíg a Ferenc előre ki nem harcolta magának a DK-sok többségét azon a majdani listán, az utolsó pillanatban, márciusban lett kész, nem tudom mennyire emlékeznek. Na akkor láttam már, hogy ebből, hogyha ezeknek ez már bele süpped a volt pártalkuk, és azt hittem legalább annyi eszük lesz, hogy azok a civil szervezetek, akik helyettük elvégezték ezt a munkát, mert ezt nem a pártok csinálták, ez egy vicc. Ezt csinálta 3-4 a mozgalom, azt hittem legalább gesztus szinten fölraknak a listára, még ha nem is befutó helyen, hogy lássák. Úgyhogy megéri a magyar ellenzék a pénzét, én ezért nem is várok onnan megoldást, de a társadalom ez egy nyitva levő dolog. Magyar társadalom az hihetetlen sokáig tűr, és nagyon gyorsan fogy el a türelme. Állandóan az öregektől tanultam ezt a leckét, hogy mind elmondták nekem a Gazsó is, aki egyébként 9 hónapig volt internálva, 56 után, ezt se tudtuk róla, csak meg 90 után, hogy ide figyelj, úgy mentem be az egyetemre 56. október 23-án délután, hogy fogalmam nem volt arról, hogy itt ekkora változás lesz egy nap alatt, és később is emlékszem az öreg Szabó Pista bácsi, Nádudvar is, hogy senki nem gondolta azt, hogy egy délután úgy tudnak fölpörögni az események, hogy azok megállíthatatlanok lesznek.
48. március 15-én azt írja a Széchenyi a naplójában, hogy hallom, volt valami ribillió lenne a városban, Kossuth megint biztos nem bír magában, pedig tán itthon se volt, hogy fogalma nem volt róla, hogy történelmi napot írunk, és a március 15-én forradalom. Szóval ezt csak azért mondom az ilyeneket, vagy október 30-31-én Magyarország utolsónak lép ki a Monarchiába, az osztrákok már előtte két napban kiléptek. Ezt valahogy a magyar tankönyvekben nem nagyon szokták tanítani. Mire eljutunk a trónfosztás meg a köztársaság kikiáltásához, már Ausztria is még kilépett. Hihetetlen, hogy ez a csoport dinamika, és ha valaki azt mondja, akkor október 31-én a Károlynak, hogy te innen menekülni fogsz, nem hogy megmaradsz. Hát Kumbiláig akkor 10-20-an voltak a Kurszki táborból, egy láger volt, akikből lett a forradalmi kormányzó tanács. Tehát én csínyán bánok ezzel, amit állandóan hallom, hogy a magyar nép mindent eltűr, és ez örök így lesz. A politikai szereplőket nézve valószínűleg, hogy ez a képlet töretlen. De itt néhány millió embernek nem igazán tudni sem a bátorsági szintjét, sem a türelmi szintjét. Azért egy dolog, hogy a pedagógusok ki tudtak tartani 5 hónapon keresztül, de csak szeptembertől indulok. Most valószínűleg véget érne, belefáradnak, de azért ez egy fantasztikus dolog. Olyan körülmények között, amikor minden ellenük szól. Amikor Magyarország miniszterelnöke, amikor rászorítják végre egy nemzetközi sajtótájékoztató, ez is botrány, 4 hónapig nincs róla mondanója. Ott a sajtótájékoztató, 3-szor visszakérdez a gyerek, hogy mégis mit szól az oktatás, hogy rendben van, hogyha itt már állandóan kint vannak, akkor azt találta mondani, hogy hát a testnevelés és a kifogtatás. Édes Isten, fogtam a fejem ott, hogy az meg, ha fideszesek ekkor se ébrednek föl, nem tudom, mi kell neki. Magyarország miniszterelnöke a pedagógus tüntetések 4,5 hónapjának minden napja után ennyit ért meg abból, ahol ő egyébként kormányozza az országot, szóval na, nem lovalom bele magam, mert nem írtek ilyenkor szó sohasem, úgyhogy egyfelől elfogadom, hogy semmi jelen nincs annak, hogy az Orbán rendszer, és én is azt gondolom, hogy 26-ig nem tud megbukni, mert ebből az ellenzékből, amit így nem jön ki már semmi. Hogy másokból nem jön ki, arról nem vagyok meggyőződve. Nagy rejtély Magyarország tömegviselkedése válság idején, soha nem tudni, hogy reagálnak azok a tömegek, akik egyébként befogták a pofájukat évszámra, és azt gondolják, hogy nem egy szám. Visszatérve a Gábor kérdésére, igen, hogy ugye a tavaly április 3-i választás. Nem gondolták, nem tudták, hogy kétharmad lesz senki. Hogy elvesztik, az talán nem, de az, hogy legfeljebb többségük lesz, tehát 51%-uk lesz. Bejött a trükk. Ők a háború, mi a béke. Ez voltam, igen. De ezt előre nem látták. És hogy át lehet állítani az embereket erre a vonalra, tehát egy ilyen orosz barát vonalra, hogy ilyen gyorsan áll, ezt se gondolták volna. De azért például eredetileg arról pénzt kell osztani. Arról volt szó, hogy a 13. havi nyugdíjügyei minden évben egy héttel lesz több, tehát megkaptuk 21-ben az első hetet, 22, két hét, 23 lesz a 3 hét és 20. És akkor a Viktor azt mondja, hogy nem, egybe adom. Egy. Ami hát olyan 350 milliárd forint kerül. A másik, ami nem volt benne a költségvetésben, mert ilyen nem lehet leírni egy költségvetésben, hogy visszaadom bizonyos határig a személye, befizetett személyi jövedelemadót. 600 milliárd. Egyből. Tehát ezek az utolsó pillanatban jött döntések, vagy a fegyveres testületek jutalmát, amit 23-24-ben kell, azt előrehozom és kifizetem. Tehát itt olyan nagyon komoly költségvetési döntések is születtek, ami a jólétnövelés, tehát nem csak a lábor, a jólétnövelés irányába megy, mert hát biztosra vagy akart menni, de azt nem hiszem, hogy azt itt egy kétharmad. Szerintem kétharmad azért lett, mert a ellenzék a szavazó nem ment el. Nem ment el, majdnem ennyi. Na és sokan lesz, hogy nem hát akkor a háború párt végén. Tehát sikerült olyan hangulatot teremteni, ami... Akkor, ha elmegy, akkor ez nincs.
Na és akkor most elmesélem a saját tapasztalatomat. Mindjárt lehet kérdezni. Ez egy kicsi történet csak, de nagyon fontos. Hát én is elmentem szavazatszámlálónak. Nem vidékre, de Zuglóba ott voltam. És mivel ugye a szavazatszámlálás, az nem tudom, tudjátok, mindig az önkormányzat feladata. Zugló az egy szocialista, ugye a horvát vezeti, és ott volt velem párhuzamosan két fideszes. Jó, mindegy. Szóval ebben a szavazatszedő bizottságban jött két fideszes megfigyelő is. Hát joga van, teljesen normális, igen. És amikor megtudták, hát ugye éjjel nem tudom négyig vagy meddig voltunk, mikor megtudták, hogy kétharmad van, akkor a következő párbeszéd zajlik le. Mondja az egyik, aki egy nagyon értelmes, egy több nyelven beszélő, külföldön is dolgozott, valamilyen nagy vállalkozó volt. Na, akkor a Viktor le tud számolni az ellenzékkel teljesen, tehát meg fog szűnni, tehát marad csak a centrális erőtép. A másik, hogy korlátlanul tud majd alkotmányt módosítani. Hát ugye ebben a vészhelyzetben, amióta 15-ben benne vagyunk, és harmadik, hogy akkor visszakapjuk Kárpát-Ukrajnát vissza tudjuk így kapni. Ugye? Tehát ezt nem ő találja ki, hanem ezek az axiomák, ezek a követelések, ezek benne ott vannak a Fidesz gondolkodásában, és hát nyilván ez a vállalkozó is valahol ott valamilyen, ha nem is a legfelsőbb körökben, de valahol nem ő szedi ki a fejéből. Azért igen. Szurkolunk ugye Oroszországnak, mert ez még mindig lóval. Igen, ez a Lavrov meg is ígérte. A Lavrov megmondta. És ez a Medvegyev meg már háromszor ki is fecsegte ezt. Annyival könnyebb a helyzet, hogy még az a többieknek is valami. Ez volt az én kis történetem, amit el akartam még. Köszönjük szépen. Hát akkor most tessék kérdezni, Judit. Azt szeretném kérdezni, hogy mondta ezeket a regressziós periódusokat. Ilyenek vannak a világtörténelemben. Milyen kimeneteleik vannak? Hát most a kínait ismerem jól, mert holnap reggel arról lesz a felvétel, hogy általában úgy néz ki, hogy egy ilyen hosszú konszolidációs időszak után hirtelen jön a regresszió, és hirtelen jut el a mélypontig, és akkor ott kitermelődnek mindig olyan vadonatúj vezetők és dinasztiák, akiknek hírük nem volt. Én most döbbenetten néztem tegnap, hogy Kínának az idő előtti 3. és a 16. század között 7 ilyen váltásánál az új dinasztiát mindig a parasztlázadások termelték ki. Olyannyira, hogy háromszor tényleg a parasztvezérek lettek az új dinasztia alapítói, hogy az indiait ismerem most még így, mert a múltkor az kellett, hogy van ilyen, hogy a lefele irányuló mozgás az gyorsabb, mint a fölfele, a konszolidáció többnyire a leghosszabb, és akkor a konszolidációban megjelenő válságjelek iránti tökéletes negligenciája az uralkodó rétegeknek gyorsítja föl hirtelen ezt a... Most játszom is ilyen, hogy megpróbálom 4 civilizációnak ezeket a mozgásait összehozni, de az európai történelemben elég sokáig tud tartani. Például a 11-12. És a 13. század elején van egy fantasztikus jó fölfele ívelő, megjelenik a vaseker, talajforgatás, 2,5-szeresére nő a lakosság, városi növekedés, kereskedelem elindul ilyen. 1050-től egészen 1300-ig egy nagyon jó időszaka van Európának. Nem is több is, mint 2,5-szeresére a lakosság, városok tömege jelenik meg, tehát egy nagyon jó időszak, ugye ez mondjuk így, hogy a gótika kora, és akkor itt ott van templomon, vagy kihordani, hogy micsoda felhalmozó képesség volt itt, egészen egyébként idáig, tehát ez Brassóig eltartott. Majd utána belebonyolódik Anglia, Franciaország a 100 éves háborúba, meg még megkapjuk a tatároktól a Pest is, ami elviszi Európa lakosságának egyharmadát, és tulajdonképpen az 1320-as évektől egész az 1450-es évekig bizonyos országokban
hát a spanyoloknál a dinasztikus házasságok miatt előbb kezdődik, de Angliában egész a Tudorokig tart ez a lefele alakuló, nagyon nehezen viselték el a 100 éves háborúnak a meg nem nyerését, mert ezt nem nyerte meg senki. Tehát ott elég hosszú franciák, előbb összeszedték magukat. Akkor ugyanígy van Európában egy ilyen időszak, a 17. század első harmada az borzalmasan. Az mindig úgy számolnak, hogy 1618-ban van a 30-es háború, de ez nem igaz, 1609-től van. És 1650-ig az rémes, ami Európában. De utána megint jön egy nagyon jó, hosszú, felívelő időszak, egész a francia forradalomig és a napóleoni háborúkig. Tehát Európában is látok ilyet, hogy az ilyen ciklikus mozgások azok annyira sok tényezőtől függ, és annyira nem lehet nemzeti alapon történelmet írni, magyart végképp nem lehet. A magyar történelmek is megvannak a nagyszerű ciklusai, hogy például az egész Árpád korszak az egy ilyen szép, lassan, de fölfele ívelő időszak, még a tatárjárást is nagyon jó kivesszük. Például a 4. Béla 103 várat épít, előtte meg csak 10-valahány van. Ez egy nagyon megdobja a városodást és minden. És hát a 14. század az meg egy fantasztikus jó, az Anjou kor, de még a Zsigmond is belefér. És aztán utána a 16-17. Századot teljesen elveszítjük. Abban nem a magyar történelem az oka, hanem a két nagyhatalom közötti padhelyzet, hogy a törökök már nem tudnak tovább jönni a Habsburgok, meg nem tudják megvédeni a hátországukat, és ott vagyunk. És jó, csak azt akarom mondani, hogy... Szerintem a kérdésünk arra irányult, hogy akkor mit tudunk, a mai korra, én ezt most milyen következtetést tudunk levonni. Egy lefele szálló ágnak látom, és ez az egész európai politikával összefügg. Európa viharos gyorsasággal szorul ki a világgazdaság egészéből, és most néztem, hogy 2000-ben még 9%-a volt a földlakosságának Európa, ma már csak 6,2. Tehát demográfiailag fantasztikus, ahogy szorul ki Európa, és következésképp gazdasági teljesítményét követve is, hogy hol van az, ami a háború után volt, hogy 35-40% a világ GDP-nek. Ma már ilyen 13-14, tehát itt ilyen értelemben Magyarország, akármit is csinál Orbán Viktor, része egy ilyen európai összkiszorulási folyamatnak, hogy mi lesz, azt nem tudom, én nem tudom, hogy megélem, mert sajnos attól tartok, hogy megélem, a világ jövője, hogy mikor ér véget ez a regresszív periódus, és mikor jön, az abszolút az amerikai-kínai konfliktuson múlik. Ez teljes mértékben az úgy, hogy nem is örülök neki, hogy lelőtték az éjjel ezt a balont, mert igen, hogy végignéztem a CNN-en az éjjel. Igen, hogy ezt a kínai. Igen, ami hát azért, amit így megértettem reggel a CNN-ből, hogy azért az nem légőn volt, hanem azt mondja a Biden, hogy félő volt, hogy robbanóanyagot is hord, ezért ő azt a parancsot adta, hogy tessék megvárni, amíg a vizek fölé ér a balon, hogy csak akkor lehet lelőni, hogy nehogy North Carolina-ra hújjon, mert ott lett volna, hogy úgyhogy, hát ebből szerintem még nagyon komoly gondok lesznek, de szóval nem Európán múlik az, hogy itt mi lesz, mert olyan tényezők, és ebben az egészben úgy látom, hogy mi az, hogy Oroszország kiesik a tényezők közül, azért az egy hasznos dolog lehet. Mert hogy az oroszok most akárhogy ér véget ezzel a háborúban, a hosszú időre kikerülnek a gazdasági folyamatokból és a politikaiból, nem lesz tényező. Az lesz, amit Szilágyi Ákos meg Spíró mondott, hogy visszahullanak a 15. századi előtti, hogy majd a Rjazanyi kormányság, meg Novgorod, hogy szétesik az orosz kultúra darabokra. De mi lesz ebből nekünk? Hát, szóval Európának is nagyon-nagyon nehéz dolga van. Lekéste a legfontosabb integrációs periódusokat az elmúlt 20 évben, és most a körméreik, hogy egységes adópolitika kéne, egységes külpolitika kéne, egységes környezetpolitika, ez európai vezetők lelazsálták az elmúlt 10-20 évben, és ezért most iszonyú sokat fizet a kontinens egészen. Ebben szerintem a mi mozgás terünk minimális. Amit át lehet látni az, hogy akármi történik, még mindig legjobb, hogy Németország révén be vagyunk kapcsolva a kontinens centrumába. Ez többé-kevésbé megteremti a mozgásteret is, de korlátozottá is teszi. Szóval, hogy ezen belül itt lehet tenni, ezt nem tudom átlátni, de nincs. Szóval ez a legátláthatatlanabb nekem, ez a kínai-amerikai konfliktus, hogy ez hogy néz ki. Ez egész.
És hát van egy harmadik tényező, amiről szoktak beszélni, lassan belép India is ebbe. Mert most egyelőre csak az idén népesség szempontjából lesz első. Na de Kínával szemben Indiában a harmadik nyelv az oktatás nyelve, a második osztálytól az angol. Az indiai lakosságban kb. 400 millió olyan végzettség lett az elmúlt 20 évben, aki munkanyelvként tudja. Amerikában a nagy cégeknek, a Microsoft, a Google, a vezérigazgatói olyan indiaiak, akik oda betelepültek. Tehát itt van egy harmadik settenkedő tábor, amelyik a kínai születésszabályozás miatt ugye Kínában 2050-ig nem áll helyre a demográfiai ciklus, India viszont iszonyú fiatal. És ezeknek a fiataloknak egyre nagyobb tövege 100 milliós példányban angolul tud tanulni és fog belépni a világpiacra. Tehát átlátni ezt a... De most Kína és India soha nem voltak barátok. Szóval hogy mindig is megvolt köztük az a fajta konfliktuszóna, hogy India ebben az amerikai-kínai konfliktusban, ami láthatóan éleződik évről évre, valaki hajlandó folyamatokban gondolkodni, akkor egyre rosszabb ez a viszony, hogy India mikor és hol száll be, és hogy ezt szerintem ember nem látja mindjárt. De ezek nem európai ügyek. Ezek messze vannak tőlük, csak nem lovagolok bele magam. Olyan kérdezenek, amire az itta tud válaszolni, mert tud röviden, racionálisan. És ki szeretne még, hadd lássam, hogy... Ági. Én azt szeretném elmondani, hogy én az Orbán Viktor legelőször 89. június 16-án láttam a tévében, mikor, és csak annyit mondtam a férjemnek, hogy ez a fiatal ember nem fog vízszintesen meghalni. Ez csak ebből. Akkor láttam először. Na most ezek után azt szeretném elmondani, hogy ő kormányra került 98-ban. 98 és 2000 kettő között. Én aztán teljesen meggyőződtem, hogy jó volt a meglátásom. Ezek dacára ugye 2010-ben megválasztották. Én mondjuk ellentétbe Zitával nem éreztem azt, hogy ő ilyen szociális dolgokat, vagy hogy egyáltalán, szóval azt éreztem, ami bekövetkezett. Semmi más nem éreztem, mint ami bekövetkezett. Na most ezt még annyit szeretnék elmondani, hogy úgy nem tudom, pár hónappal ezelőtt, nem tudom, egy éven belül, láttam egy videó felvételt, amit az Orbán fiatal koráról készítettek. Nem tudom, lehet, hogy a Partizán készített. Nem a HVG-n ezt az öt részest, amelyik az első része, azaz, akkor a első része az a fiatal Orbán. Igen, az a fiatal Orbán. A 88-89-es, igen. Ott aztán teljesen igazolva láttam magamat, mikor a Kéri urat hallottam az Orbánról beszélni, hogy a tanára volt, és teljesen leírta a jellemét, ami azóta is semmit nem változott. Elmondta, hogy amikor focizni mentek egy csapattal, ugye ott nem lehetett veszíteni, mert ha veszítettek, abból verekedés, meg mindent elmondott, tehát én teljesen igazolva láttam az én benyomásomat róla, és ezen meglepődök, hogy 10-től ilyen jó gondolatok voltak. Ezeket írták le. Ez volt a program. De ezeket a jeleket te láttad már focista korából is meg? Ennek akkora irodalma van, én erről már nem szívesen beszélek, mert most is látom a Facebookon előszedtek 21-22 év után ezt
ezt az összeveszésemet vele 83 őszéről, és már minden nap megkapom 100 példányodát. Ez 21-ben jelent meg nyomtatás, vagy 21... Na, 2010-ben jelent... Nem, 2002-ben jelent meg nyomtatásban, és 21 éve, és akkor mindig előveszi valaki, mindig körbe jár a neten, és akkor nekem mindig magyarázkodni kell, de már annyira utálom elmesélni ezt a történetet, hogy hát igen, én azonnal ott az elején összevesztem velük, és... 83-ban. És akkor azt gondoltam, hogy hát én ezt ott hagyom, mert ezekkel nincs mit kezdeni. Mert olyan mértékben erőszakos, intoleráns, és senkivel nem együttműködő képesek, ezek csak uralkodni tudnak, akarnak. De hát ez már, mondom, annyiszor megírták mások is, meg ennek annyi irodalma van, hogy igen, nem. Na most azt mondjuk, hogy le volt írva ezek a programok, le volt írva. Igen. És amikor kormányoztak, volt egy dolog, amit betartottak? Nem, semmit sem tartottak. Hát akkor mitől hittük el? Na ez most de ennyi előre van. Nem, nem adtuk ki. Tessék, nem adtuk az az a szavazat. De akkor az itt az, hogy én azt mondtam, hogy a Viktor nem így gondolta eredetileg, ami aztán később történt. Tehát ő lehet, én elhiszem neki, hogy ő azt mondta, hogy a közérdek. Nem hiszem el. Ön nem hitte, de például a nemzetközi befektetői körök elhitték egy ideig, amíg nem látták azt, hogy az ellenkezőt csinálják. Jó, de hát akkor meg akik nem itt vannak és nem régről ismerték őket, azok meg elhitték, hogy ez a program. Most az előző hozzászóláshoz annyit szeretett mondani, hogy a kérdő mondott, hogy... Vigyeljetek, mert nem halljátok, Ági. Ági, egy kicsit hangosabban. Az oroszok most már ugye el fognak tűnni. Hát az oroszok sose tűntek el. Éppen a múlt héten tárgyaltak a kínaiakkal. Igen, úgyhogy már is nem is örültem. No comment tovább. Ennyit akartam el. Ildikó akart még, ezzel legyen. Nagyon-nagyon rövidet szeretnék kérdezni. Krista lesz az. Két dolog. Az egyik, hogy köszönöm szépen a 21 évvel ezelőtt, amikor megszólaltál a Medgyessynek, amikor betartotta a 100 lépést. Én tőled hallottam először a Tegezhetlek. Hogy ez a magyar, tehát a csőbe fogja vinni az országot, és hogy ezt te mondtad először, közgazdász vagyok, tehát én is ott végeztem, kicsit később, de nagyon köszönöm neked, és a Lászlónak is köszönjük azt, amikor megszólalt, tehát mindig is lehetett rá figyelni, amikor abban a közegben beszélt, ami érthető volt, és hiteles. A kérdésem a következő, nem gondoljátok-e, hogy a debreceni Akudjárnak a témája. Esetleg lehet egy... Debreceni vagyok, igen, születésileg, meg Debrecenben nőttem föl. És hogy most nagyon nagy a Debrecen a városomban az ellen, tehát a Korsa elleni hangulat azért, mert rájöttek arra, hogy a félpaks Paks 2-nek a felét elvinni ez a kettő gyár, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van a város többi, tehát az energiaszolgáltatásának és a vízkészletének is az egészét, tulajdonképpen csak maga a két gyár, ami a városra használja. Minden. Szerintetek nem lehet-e ez? Ne. Esetleg jelképesen egy olyan, mint ami most is, hogy beszakadt a Péterfia utca például, azóta se közlekedik a villamos, nem tudom betömni. Nem lehet ez egy jelképes kezdetet? Én gondolok erre, de hogy hát látod, hogy Gödön egy nyíregyházán imáncsán. Igen, tehát igen, itt valami nagyon alatt, nagyon mélyen lentről elindult valami, és csak egy példa, most ki fogok pletykálni valakit, van egy Györfi Dóra neve, senkinek semmit. Györfi Dóra már nagyon régóta foglalkozik ezekkel az akugyárakkal, és most megírt egy cikket, amiről ő azt hiszem a múlt hétfői Népszavában adott egy teljesen világos interjút. Egy abszolút közérthető nyelven elmondott mindent erről a debreceni gyárról, hogy ugye nincs hozzá anyag az akkumulátorokhoz, azt importálni kell, nincs hozzá eszköz, nincs hozzá ember, és egyébként meg ilyen környezeti kárra, és soha nem fog megtérülni, viszont annyi állami pénzt raktak bele, ami nyilvános, hogy körülbelül ez az állami pénz kiszámolta 10 év alatt jönne vissza, ha nincs infláció. Na most,
a pletyka a következő. Én jobban vagyok veled, én nagyon, nagyon nagyra tartom egy olyan 40 körüli fiatal közgazdász nő, nagyon okos, értelmes, jól beszél, jó megjelenése van, és én akkor megdicsérem, ami jó. Mert meg kell dicsérned, ami jót tesz, meg kell dicsérni. És írja vissza nekem, hogy képzeljem el, az apukája, aki vérfideszes. Egyébként a Győr, a Dóra is az volt, hát a közgazdászok jó része az volt. Az ő apukája, aki vérfideszes, soha semmit nem dicsért meg még, kivéve ezt. Azt mondta, hogy ez jó volt, és igazad van, lányom. Na most nem baj, hogy ezt elmondtam. Tehát ebből én tényleg erre, hogy itt ez egy olyan pont, hogy na akkor ennyi elég volt. Mert nincs magyarázat, mert a stratégia jellegezve egy frászt megegyeztek, és ott is pénzosztás van. Hát egész biztos erről van szó. Adok nek 300 milliárdot, és visszaad 100-at. De erre gondoltam én, amikor mondtam Gábornak, hogy a magyar társadalom a sötét ló ebben a képletben. Tehát, hogy ott bármi történhet, ugye nem csak Debrecenben van ezzel, úgy tudom, négy városban van hasonlóan óriási gond. És az ott lakók, meg most Iváncsa lesz például a következő. Ott lakók is a Fidesz szavazókat ez ugyanúgy érinti, tehát itten azért veszélyes ez a rendszerük egészére nézve, mert ott tapos bele a mindennapi érdekeibe, és ott lepleződik le neki a saját szeretett rendszere, ahol kiderül, hogy ő se számít. És ennek viszont lehet nagyon komoly eróziós hatása a Fidesz bázisban, mert én azt látom, egyik helyen sem tudja érdemben kezelni a Fideszhez, mert ha megvoltak a háttér alkuk a helyi emberekkel, megkapták a pénzük, akkor rendben. Kiderül, itt van egy apró probléma a lakosság, amivel eddig nem számoltak. Kriszta, és akkor Klári még utoljára egy fél kérdést tegyetek fel, mert aztán... Nem tudom, a leves alá be van fűtve, hogy de. Jó. Én hogy mielőtt kérdeznék, azt szerettem volna mondani, hogy apám is a tévé rendező tanított, hogy örültem, hogy hallottam, hogy ő néz, és hogy azt szerettem volna kérdezni, hogy Orbánt így a nemzetközi szintéren így elég sokan utálják, hogy mer ilyen kijelentést tenni Ukrajnára, hogy senki földjen. Biztos megint saját közegnek beszélt. Igen. Orbán mindig annak az adott közönségnek a bohóca, akik itt hallgatják őt. Mások saját. Ez akkor őt nem nagyon izgatja. Szóval az a fajta ember, aki ott akar állandóan sikert aratni, és nagyon sokszor, amikor sikeres, nem veszi észre, és nem gondolkodik azon, hogy ennek a transzkontextualitása mit ad. Szomszéd ország. Igen, nem. Ott akart nagyon jó pufa lenni, és nagyon vagány, akik itt hallgatták. Hát Németország pedig nincs. Igen. És egy reális esélyt a világháború kirobbanására. Ez a reggel egy kicsit már még megvárom a kínai reakciókat, az, hogy meggyőzőnek tűnt el, mint a Biden mondott, mert adott legalábbis itt magyar idő szerint reggel 7-kor láttam a Biden elvállalta, előállt, hogy igen, az ő nyílt parancsára történt ez is, hogy. De a kínaiak azonnal 5 perc után fölháborodottak, hogy hát ez a nemzetközi jog súlyos sérelme, meg jöttek ezek a hülye dumák, hogy ez csak ilyen meteorológiai. De hát ahol lelőtték, jól értettem az angolt, akkor ez 1600 láb magasságban volt, ami hát 4000 méter, mennyi az? Tehát az viszont a repülők sebessége, mert ezek az ilyen meteorológiai dolgok, ezek a stratoszférában vannak 10-12 kilométeren. Tehát az első, az amerikai vezérkari főnök azt mondta, hogy ne szórakozzanak már kínaiak, egy elemi repülés biztonsági veszély, hát abban a zónában úszik ez, ahol járnak a járatok. Szóval itt még nagyon komoly viták várhatók, de ez már megtörtént. Ez egy konfliktus, amit egyébként előre lehetett látni. A kínaiak lehazudtak mindent. Hát kellett tudni, ha ők oda visznek egy ilyen göböt, abból csak baj lesz. Tehát kellett tudni azt, hogy ez egy provokáció volt. Ettől tartok én is, hogy kipróbált a Kína, hogy most mennyire kötik le az oroszok az amerikai figyelmet, mindenféle szempontból elhárítás, politika, minden. Egy kicsit tesztelgették, hogy
hogy egy balut sült el. Csak az a baj, hogy hát ez ilyenek miatt szokott lenni világháború. Tehát senki nem gondolta, amikor Ferenc Ferdinándot lelövik, hogy majd 4,5 évig tart utána, mire észrevesznek az emberek. Tehát én most már úgy vagyok minden ilyen konfliktusa, hogy várom a fejleményeket, mi lesz belőle, de ami eddig történt, az nem túl biztató. Kanadaiak is azt üzenték ma, és úristen még kicsoda, egy újabb ország, hogy elküldi a saját leopárdjait a ukránoknak. Még újabb két ország jelentkezett. Portugália, Spanyol. Ők is. Na, ez viszont azt jelenti, hogy egyre szélesedik a bevontság, ugye Viktor ezt megoldott, hogy aki oda fegyvert szállít, az már részese a háborúnak. Ebben azért valami igazság van, ugyanis az oroszok is így tartják számon, hogy aki fegyvert, lőszert szállít Ukrajnának, azt ők kvázi hadviselőfélnek tekintik. Tehát itt azért egy kicsit sokkal bonyolultabbak a dolgok, mint ahogy nézzük, ezért aztán sokkal kockázatosabbak. Tehát én azt látom, hogy egy év alatt, egy éve eszembe nem jutott volna, hogy lehet még egyszer világháború a világban. Ma meg azt gondolom, hogy már ennek a tükrében nézem a napi híreket is, hogy melyik ami erősíti a folyamatot, és melyik ami gyengíti, és ez is az is történik. Mert ez is konszerzen a fegyvert, sőt, Franciaország most már tankokat is. Tankokat is, ők is, igen. Nem tudom, hogy ez hova vezet. Igen. Hát nem lehet nem segíteni, mert ugye az a vélekedés, hogy ne adjunk nekik fegyvert, mert akkor hamarabb véget ér a háború. Hát igen, véget ér, persze. Ki engedte be ezt a kutyát? Bejött. De nem volt, boldogságotok van, hogy megálljon. Klárika akart még egy rövidet kérdezni. Kinyitódott az ajtó, hogy legyen egy kis levegő, és bejött a kutya. Viszont a levegő. A levegő kínálat, csak a kutya jött. Klárika, egy rövid kérdés. A többség kutyát. Bocsánat, hanem kínaiak. Nem kérdeznék, hanem csak én is arra reagálnék, hogy tudom, hogy milyen a László gimnázium, tudom, hogy milyen az Kőbánya és a körúton kívüli élet. Kulcsár Kálmántól miniszteri dicséretem van, mert akkor éppen az igazságügyi minisztériumban dolgoztam, tehát csodálatos volt az a levegőváltás, amikor ő oda került, aminek hát ez hamar vége lett, úgyhogy én el is jöttem onnan. És hát lehet, hogy nem fogom tudni gyorsan felsorolni, de ugye ez a Ildikó miatt is az akkumulátorgyártóval foglalkoztam én is, és hát annyira meg volt komponálva az a Fidesz válasz, hogy megint mi mindenkinél okosabbak leszünk, körülöttünk senki nem tudja, hogy az akkumulátoroké a jövő, mi föl fogunk erre készülni, és mi leszünk mindenkinél, és csak arról munkahelyek, és mit tudom én, szóval, hogy ez, hogy a fejlődés, amit csak mi fogunk tudni, és egy szó nem volt arról, amit pedig már mindenhonnan tudunk, hogy a víz, a föld, a üzé, a stb. Hogy a hamis válasz, az így. Így ez ilyen kamaszkori rendszegés, akárhányszor megszól a Viktor meg a Szijjától, hogy az az érzésem, ezek megmaradtak 12 évesen, hogy ez egyszerűen az, amikor valaki, hogy egy kicsit komolyan vegyék, akkor én nagyobbat mondok, mint a másik. Szóval ezt a fajta retardáltságot, hogy ebben az országban azért ennél jó képes, még a Fidesz korszakban is egy Martonyi soiért nem tett volna. Tehát a Fidesz önmagában mérem, akkor is hihetetlen az a színvonal vesztés. Hát azért hol vannak ezek az emberek egy Hámorihoz, egy Csikárhoz, egy Martonyihoz képest is, de még egy Trócsányihoz képest is, hogy ezek a lakályok, akik ideállnak, és ez a kis Orbán, ez a Balázs, meg a Szijjárt, szóval egyszerűen hihetetlen, hogy olyan szintre zűlött a magyar politikai közbeszéd, hogy én szégyellem a foglalkozást, amit mi, szóval nekem ezt kell elemezni, hát mert borzalmas. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondtatok, még akkor is, hogyha nem búrtunk fel, úgy, mint ahogy esetleg szerettünk volna. Zita, mondtad azt, hogy, és akkor még erre egy-egy mondatot azért hazaruljatok el, hogy amikor nekilátsz, hogy megígy valamit, akkor imádkozol. És következik ebből egy olyan gondolat is, amit én időről időre azért megkapok az orromra, fejemre, hogy nem kellene nekünk
politizálnunk, meg nem tudom én, Ági szerette is mondták, amikor sok százan összegyűltek a kertben egyszer, hogy én nem voltam eléggé evangéliumi, inkább politikai volt a szöveg, amit mondtam. Nem minden, de hogy, környezetbe kell. Igen. Abban a környezetben. De hogy imádkozni kellene, mert úgyse tudunk mit változtatni a dolgokon. De ez a kérdésem, hogy megítélésetek szerint van-e valami értelme annak, hogy az ember századszor is kiáll oda és elmondja újra, hogy ennek nem lesz jó vége, térjetek meg, mert pokolra fogtok jutni, meg odarántotok minket is, nem tudom, miket mond az ember már mérgébe, hogy van-e, mondjuk, vagy lenne valami szeretik esetleg az egyházaknak, az imádkozó embereknek, a hívő embereknek, vagy Lacit nem is akarunk faggatni, hogy te azt hiszem katolikus vagy valami. Igen, de hát volna, úgy megutáltatták velem gyerekkörömben, hogy a Mátyás-Györgyi templomban, hogy megmenekültek. Jó, de hogy szóval nem azt akarom kérdezni, hogy van-e értelme imádkozni, meg igét hirdetni. Kérdés persze, hogy méltók vagyunk-e rá. Nem fogunk tudni más csinálni, ezt fogjuk tenni, de hogy mozdíthat-e a hétköznapi hívő ember, vagy egy ilyen kicsi közösség valamit a világon, vagy egyszerűen csak kéne gubbasztanunk, imádkoznunk, aztán majd valami történik a fejünk fölött is. Akkor... Hát két válaszom van, az egyik az, hogy mi értelme van, az értelme az belülről, tehát a belső válasz, hogy meg kell tennem, amit tudom, meg kell tennem, amik hagyják, meg kell, el kell mondanom, igen, mindenhova elmegyünk, ahova meghívnak, elmondjuk a dolgainkat, az egy más dolog, hogy és akkor van-e értelme, tehát kívülről van-e ennek hatása, abban a közösségben biztos, hogy van. Voltam ilyen lakáson is beszélgetés, abban a közösségben biztos, hogy van. Vagy ugye itt a Györfi Dóra példája, hogy az apukájára. Hát ott volt. Na most, hogy ez egy ilyen nagy társadalmi hatás is legyen, azt nem rajtunk múlik. Nem, azt nem tudom. De akkor is kell mondani, akkor is kell csinálni, és neked is kell. Hallottátok? Meg nekünk is. Egyet értünk. Az én válaszom kicsit hasonlít az Itáéhoz, hogy vannak olyan léthelyzetek, amiket nem lehet azon a racionális nyelvezeten, amit a hagyományos társadalomtudomány mond elmondani, ezért azt veszem észre öregkoromban, hogy egyre többször jött eszembe, és egyre többször veszem komolyan azokat a filmes jeleneteket, amiket fiatalon baromira utáltam, meg icsesnek tartottam. Az egyik, ami nagyon jár az eszembe, hogy azt arra kárhoztattunk, vagy ez a dolgunk, mint a Truffaut Fahrenheit 451-nek a végén, hogy a városból kimenekülők, akik minden könyvet elégettek, nincs semmi, de kimegy valaki, hogy ő a Dylan Thomas verseket tudja, ő a Victor Hugo-t, és mondogatja addig, és várnak arra az időre, hogy majd biztos lesz megint olyan, hogy lesz könyv, ki kell nyomtatni, addig az ő dolga az, hogy ott jár azon a végtelen, kietlen táján, és akkor mindegyik így mutatkozik be, hogy ki melyik szép irodalom, nem tudom, aki látta, szerintem emlékszik erre. Egyre inkább ez az érzésem, hogy nagyjából eljutottunk ebbe a fázisba. Én nagyon utáltam fiatalon Truffaut, mert nyálasnak tartottam, és Godard mellett így megalkulva gondoltam, de jutottam. A másik kép az még rémesebb, a Bergman trilógiában talán az Úrvacsora. Igen. Amikor egyedül marad már a pap és a feleség örjönk, hogy megy és mindig kinyitja és kirakja a szentségeket, és a felesége ott örjönk, hogy most mit szórakozik, már látja, hogy nem maradt egy hívő sem, és akkor azt mondja, hogy te nekem ez a dolgom, hogy nekem ezt kell csinálni, és akkor azon, hát annak a falnak mentem 18 évesen, amikor ezt láttam, hogy hát nem olyan mondom, ezzel készítitek fél minket a jövőre, hogy de hogy most kezdem belátni azt a Bergman igazságot, hogy igen, van olyan, hogy ketten maradnak az Istenével, és akkor már csak a saját lelkiismeretének tartozik azzal, hogy ezt kellett csinálnom, én ehhez értettem, nekem ez a funkcióm, és kezdem belátni sajnos ezeket a dolgokat, hogy
Igen. Szóval azon a hagyományos nyelven, amit én tanultam, politológia, szociológia, ezek már nem leírható dolgok, nem is értelmezhető találattól tartok. De a művészet az mindig odébb van, mert az érzékiség és a sejtésben több kijön, és nekem is ez jut eszembe, hogy komolyabban kell venni ezeket a művészeti üzeneteket, tám, mint ahogy én ezt gondoltam 50 évvel ezelőtt. Úgyhogy... Nagyon hálásan köszönjük nektek, Isten aki magot áld, az a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, áldja meg asztali közösségünket is. Ámen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Terítsünk a fuskát. Terítsünk.